Ez rendes MC. Annyira rendes, mint amennyire te leszel a chatemen. Hoppá! Ja. Konkrétan üresség van. De mivel hard a nehézségünk, ezért elkezdhetnénk a falusi olcsóbítót. Az egy egész faszacusz lenne. Igazából. Újra itt! Több mint ezredik nap! Igazából a napszámot ne nézzétek ilyenkor, mert rohadtul nem releváns. Van lottó? De nem szerdánként van törpe lottó? Itt a törpe lottó. Én úgy tudom, hogy szerdánként. Most már hétfő? Ja, minden hétfőn van törpe lottó. Én egy karthasó féle kamera beállítást szeretnék kérni. Nem biztos, hogy tudok biztosítani neked. Na, most annyira nem megy. Most annyira ez nem tud menni egyébként. De köszi szépen, Dávid, az 50-est. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mi az a YouTube link, Barnabás, de most csak úgy random nem szeretnék rákattintani. Mit gondolsz, mikortól vinnétek ki a játékot az SMP-n, vagy mi lenne a cél, amikor már úgymond teljesen fel vagytok ruházva? Hát alapvetően már azt mondhatni, hogy én is lassan szinte fel vagyok ruházva, de nem ezzel lesz vége a játéknak. Tehát nem ezzel lesz vége a játéknak abszolút. Szóval, kedves Norbert, üdvözli Önt, a törpelottó néha nyeremény ütheti a markát, azonban van, hogy nem az álljon, nem az, de annyira hülyén jön ki. Néha nyeremény ütheti a markát, azonban van, hogy nem az. Mi nem az? Álljon a lépcső elé, és ezt követően nyomja meg a gombot. Na, most mit kapunk? Ó! Kaptam édesavanyút. Kérek még! Kérek még! Bazd meg, nem kapok. Kurva életbe. Nem kapok édesavanyút. Közben beengedem tesómat egy fél pillanat. Na, bocsánat. Üdvözlöm Danit, én is. Meg édes anukámat. Amúgy. Na, köszön. Pátyát bejött a pincéből, remélem jól vissza van zárva. Micsoda, remélem jól vissza zárta, hogy a modik ki ne szökjenek. Ez való igaz. Nem amúgy ő kivételesen, amikor nem a pincében van. Igazából. Na, bocsi, itt vagyok. De amúgy hogy írtad le a bátyádat, te jó Isten? Ne, ezt így ne. Anuka. Na, szóval ja, olcsóbítani kéne a dolgokat. Csak akkor ez mi is kell? Én ezt a homokos megoldást csinálom, mert nem biztos, hogy ragacsos az elég lesz. Vagy meg kéne várni az estét, hogy tudjak szedegetni. Az is jól jönne még. A pisztolom az van, csak nem elég. Sajnos. Azon gondolkoztam, hogy bányászni is kéne mellette. Fejhallgató? Mindjárt felveszem, nyugi. Nyuga, fel fogom venni. Csak most még nem. Kellene pisztonokat csinálni. Vasban nem tudom mennyi van, abból valószínűleg szedni kéne. Meg égetni is ártana.
és akkor megcsináljuk ezt a jó pisztolyos műveletet. Nézd már meg. Nyomod. Nyomod. Csak szétnézek, hogy minden megvan-e. Hát így 3 stack zúzott. Ugye fát is kell majd szedni, meg akkor nézem, hogy van-e még vas. Igazából. Slime labdában meg van most 4 darab. Az kegyetlen jó. De ha meg nem is azzal csinálom, akkor valószínűleg megcsinálom homokkal, és akkor azt úgyis lefele viszi a homokat ilyenkor. Csak mondjuk egy esetleges szerverlag miatt ne akadjon be a karakter. Ja. Azt a kurva jó istenit verje meg, de jóképű vagy, Norbi. Köszi szépen! Köszi. Te is nagyon csodálatos vagy, ma neked csak elma tükör. Na. Szedünk még fát, az kelleni fog. Szedünk ilyen nagy, csúnya dárkókot, mert ez egy undorító fafajta. Én meg raktam amúgy baltámra közben egy efficiency 5-öt, szóval ennél gyorsabb nem is lehetne ez a balta. Kivéve ha netherite, bár az mondjuk nem hiszem, hogy számító tényező. Szóval, ja, faszedés góz, brr. Egy fél pillanat. Na, most ugye elmentek a fiatalok, játszhatunk egy igazán felnőttes játékkal. Na, bocsánat, itt vagyok, elnézést. Most már itt vagyok. Szóval aggodalomra semmi baj. Ok. Aggodalomra semmi ok. Megvagyunk, meg ilyenek. Írni akarok valamit, nem tudom mit kéne, sokat teszek hozzá. Hát, nézel. Az nekem bőven elég, nem kell. Tehát az a baj egyébként, és szerintem már rá is jöttem ennek a miértjéről, hogy valaki mindig hozzá akar szólni valamit a chathez, és általában kellemetlen üzenetek jönnek. Szóval nem muszáj mindig hozzászólni, attól, hogy itt vagyunk valamennyien, érted? Tehát, hogy így nem kell kötelezően ilyen nagy chates párbajokat tolni. Jaj, elfelejtettem valamit mutatni közben. Jaj, ne haragudjatok. Valamit elfelejtettem mutatni, hogy jutottam vissza a bázishoz. Mert én ezt rögzítettem. Még mielőtt valaki azt hinné, hogy itt isteni csodákat műveltem, meg ilyenek. Szóval én konkrétan naturba felvettem azt, hogy én hazasétálok, és ez egy 42 perces anyag lett. Szóval a mansiontől visszafele elkezdtem sétálni. És ezt végig rögzítettem, amit úgy akartam nektek megmutatni, hogy felgyorsítok. És ezáltal igazából visszajöttük tekinteni, ha szeretnétek. De közben Balival beszéltem, utána meg Atesszel, szóval... Szóval, ja, szépen visszahajókáztam, szépen visszasétálgattam, szépen sivatagon, óceánon, szavannán, mocsaron, nyírfaerdőn és mindenen keresztül, amiközben belefutottam hát egy ilyen bajomba. Szóval ez baromi. Komolyan mondom, hogy ilyen nincsen. Na milyen nincsen? Hát ez hihetetlen. Na mi van? Most, hogy nézem, ahogy játsz most, nekem is megjött a kedvem minecraftozni. Hát ez hihetetlen. Szóval ne is törődjetek velem, Nacsumi. Kék méreg, zöld méreg, jó most nem. További szép napot, jó stream. Na. Köszi szépen, Dávid, köszi. Most nem, a kék méreg, zöld méreg. Szóval, ja, itt szépen visszaúszkáltam, mentem, izéhozé. Itt közben azt hittem, hogy Balihoz fogok oda menni. Úgy koordinátát néztem, hogy az 1000-0 az övéje. És azt mondta, hogy az 1000-0 az ő koordinátája. Jövök, hát ez kurvára nem Bali háza, hanem ez valami sündisznó kripta. És kiderült, hogy ez a Gida háza, ahol szét is néztem, és megnéztem, hogy mégis mi ez? Aztán, ja.
kimentem innen, mert büdös volt, és nem tudtam semmit elvinni. Szóval igazából visszamentem Gidának az útjába, vagy az útján keresztül visszasétáltam a bázishoz, amit majd egy sínrendszerrel akar elvileg megcsinálni, ha minden igaz. És itt futottam össze a Tesszel, mert kellett neki valami. És ott van egyébként a takarékszövetkezet, ami tudom, hogy nem takarék. Na, Mizu? Hoztam neked a slimeból. Hoztál slimebolt. Pogu, itt végig sétáltunk és ennyi volt a történet. Köszi, köszi. Na. Where are you? A tehenek mögött. Jövök. Ah, ott vagy. Jó, viszont nem tudod, de át lett rakva hardra a nehézség. Hál' Istennek, nem bánom. Tudom, mert rám agróztak a kurva malacok. Brúvanyjuk lett, tessék. Rád agróztak? Aha. De mi a szart? Slimeball powered by RD Mónika. Hát, ez egy elég szaró sikerült slime. Le kell spawnolnod hozzá RD Mónikát. Van egy RD Mónika spawner tojásod? De nem abból, amiből Mólika jön, az engem nem érdekel. Kettő is, csak az a baj, hogy valószínűleg 40 év, mire ki kell abból bármi, de... Bazd meg. Hát az nekem de nem hogy... éri meg. Most az nem kell? Mi, visszaadjam? Tessék. Nyomód! 13 darab! Köszi szépen! Csak elég lesz valamire, nem? Közben visszaadom az RD Mónikát. Ez jó helyen van ott. De nálam porosodjon! Hát most kiné? Nem tudom. Még egy sikeres áldozat, akinek kell slime, és akkor odaadod neki, vagy nem tudom. Hát adok én neki valamit, amivel tud kenegetni, na mindegy. Na jó. És itt hátul te miért bánatomat csinálsz? Fát szedek. Micsoda? Fát szedek. Hát mit csinál? Fú. És ebben mi a kurva vicces? Nekem erre van emberem. Mi? Mi? Komolyan. Jaj, Atesz neked fát szed. Nem Atesz. Ha nem. Hát? Van még valaki. Vensi? Nem, rajta kívül. Én megadtam titokba az IP-t valakinek, akiről te nem tudsz. Aj már! A whitelistre. Persze. Mondom. Hogy adtad meg neki a whitelistet? Hát hogy, geci, úgy, hogy ott voltam nálad, amikor aludtál, olyan mocskos módon horkolsz, geci, nem tudod, Dani, hogy tud aludni. Ez nem igaz, állj, ez nem igaz, mert mostanában nem horkolok. Van róla hangfelvételem, ne hazudj. Jó van. Mikor Atesz együtt horkoltad. Jó, az jó, de az tavaly volt. Jogos. De ha átírom rajta a dátumot, akkor lehet, hogy idén. Ebben van valami. Úgyhogy ezek vannak. Én meg próbáltam a vidörfejet vadászni, de hát lófasz. Lófasz? Leginkább habbal. Mi a fasz dobott ez? Eldobta a sisak ilyen. Van rajta egy, Projectile Protection 4, az meg. Az igen? Nézd már. De mondtad egyéb, az kemény. Ja, közben... A kurva. Amik ezek a repülőmadarak, gec? Anyád, de csúnyák vagytok. Hát nem szépek. A részfaszú bagoly megjelent rémálmaimból. Ja, téged agróznak, akkor nyugodtan hát. Ja, így ennyi? Hát... Szarsz le. Nem, mert looting 3 van ezen. Úristen. Hallod? Gyertek, madzsarak! Na, ott is van. Amúgy erre tudod, mi lenne a megoldás? Aludni kéne. Repülő madarak? Yes. Erre tudod, mi a megoldás? Na. Megöljük őket a gecibe. Az is jó. De ezek újra fognak majd jönni. Van nálam kettő fantom membrán, amiből a kitin szárnyát, vagy mi a kurva anyját, újra lehet craftolni. Ez így van. Nem tudom, hogy mire lett elnevezve az a szar. Hát... Jó, takarodj már az anyádba... Jó, aludjunk egyet, Bali. De ezek rám jönnek? Jó, menjünk be a falusiakhoz aludni, én ezt nem bírom. Na, majd ott Pista megvéd minket. Nincs több ágy. Geci, tele nagyon, vannak a falusiak! Nagyon beteg, ezt láttam a streambe itt nálad, amikor bejöttem. Mert amikor hoztam ugye a lottot, és így benéztem, mondom, mi a fasz? A kurva életbe. Hát... Picit elszaporodtak. Picit kurvára. De én fölkeltem a kurva anyját. Úgyhogy... Utoljára itt 4 falusi volt, csak ugye közben automatikusan szaporodnak, mert ugye a kertész kijön ide, és ugye közben szedi a dolgokat, adja a falusiaknak, és közben szaporodnak. És hát igen. Több falusi már nem jöhet, mert tele van az ágy. Mi a falusiak az ágyhoz képest? Macska! Mi? Ó, Ceca! Geci, megölöm! Ne öld meg!
Hallod? Az én giraszom lesz. Nem osztod meg velem. Nem. Na. Ilyet. Na jó van, ennyi volt a slimeból igazából. Köszi szépen, puszi puszi. Semmi más. Hát szívesen, aztán használd egészséggel, meg szeretette. Vagy dugd fel a seggedbe, vagy mit tudom. Á, az is egy opció lesz, köszike puszi. Na csó. Na csó. Na, mehetünk is. Huá! Kurva anyját, beszartam tőled. De befostam ettől a gyökértől. Most már nem kell azon aggódni, hogy nincs falusi. Ez igaz? Ez abszolút igaz. Na. Megyünk még fát szedni. Ténylegesen megyünk még fát szedni. Basszus, az egész erdőt ki fogom írtani egyébként egy idő után. Én azt érzem. Mert ugye alapvetően a fákat, azt ilyen bot emerald trade-ekkel csinálom. De most mivel olcsóbbítani akarom a falusiakat, ezért hát most nem trade-elek egyelőre. Mert fölösleges. De ja, kérdezte valaki, hogyha fullos cuccaink lesznek, akkor így, hogy mikor lesz a véglete így a szervernek. Ennek a szervernek valószínűleg soha nem lesz véglete. Mert hogyha már fullos cuccaink is lesznek, akkor vagy építünk mindig valamit, vagy lesznek valami eventek. Tehát ezek mindig fognak történni. Szóval én nem tervezem azt, hogyha már mindenkinek megvan minden fullos cucca. Tehát ez egy 60x60 milliós Minecraft map. Tehát ez egy ordinári nagy hely. Tehát ez egy nagy hely. Szóval ez nem olyan, hogy csak úgy egyszer vége meg ilyenek. Ugyebár. Jó. Hát abból egyébként csináltunk botokat attól függetlenül. Ja, most lehet, hogy rövidebb stream lesz, de ezt még nem ígérem, mert nekem majd dolgokat is kéne intéznem, amit így rohadtul nem csináltam meg. Nyilvánvalóan az én hibámnak köszönhetően. Ja, meg ugye raktam még ide 3 darab botos falusit. Ezt nem tudom, hogy streamben vagy streamen kívül csináltam-e. Én úgy tudom, hogy streamen kívül csináltam ezt a plusz 3 botos falusit. De hát sokra nem megyek vele, ami még ugyanúgy 32 bot egy emerald. De ha már egy bot lesz egy emerald, az egy végtelen trade lesz. Az nagyon jól fog jönni majd. Nyilván minél többet belőle, meg ilyenek. Meg ugye minden enchantra majd valamit pakolászunk, meg mindennel is lehet majd kereskedni. Nekem egy stack bot, 2 emerald. What? Opa, ez már papíros. Ez már papíros művelet. Ezeket ugyanúgy elhasználhatom. Lesz lassan 64 emeraldom, azokat azt valamilyen enchantra el kéne tolni. Ötletem sincs, hogy mire pont 64 plusz 8. Persze, meg hát ugye nem rövid távon lesz ez a szerver, amúgy se. Szépen folyamatosan bővül, azt jók leszünk. Na milyen enchantok kellenek jelenleg? Jöhetne egy efficiency-ot amúgy az ásomra. Na, annak mondjuk rohadtul örülnék. 55-ért nekem van egy efficiency-otom, ha minden igaz. Ja, ott van 55-ért, meg van az alap 64-ért, de hát ez egy rák, azt nem vesszük ki. Viszont az ásóra nagyon szívesen jöhetne az efficiency-ot. És hát nem ismét egy kis Fortnite, hanem eltört az üllőm picsába. Szóval, ja, ez egy kicsit baj. Jó, semmi probléma. Van még 17 darab, azt valamire el kéne használni. Azt hiszem unbreakingekre talán el tudjuk. A kell majd szerencse 3 van a TS-ben. Nagyon jó. A TS-t megmutatom nektek mindjárt amúgy. Unbreaking. Az jöhetne? 12 emerald. Tökéletes. Valamire rárakhatnánk. Ha van üllőd amúgy ott, akkor elhasználom. A termelő szövetkezet? Yes. Bár én néha takarék szövetkezetnek mondom. De ja. Az is egy opció. Megmutassam nektek, amit Atesz épített? Igen, Atesz nagyon aktív. Én ennek nagyon örülök. Full király. Nincs ülöm, csóró vagyok? A picsába. Most szerintem többen néznek Kartasz, mint Benny Povelt. Jaj, ne. Ezt légy szét, ne. Mármint, hogy így megmondom az őszintét, hogy Benny amúgy a streamer, ez az egyik. A másik meg az, hogy kit, hol, mennyien többen. Ez nem egy verseny. Köszi szépen a szabot! Ez nem egy verseny. Tehát nyilván én is örülök annak, ha több nekem az elérésem, ugye, meg ilyenek, de nem mások kárára.
meg nem versenyezni akarok, hogy nekem több van, mint valakinek. Nyilván egy tök jó dolog, mert azért Benny ugye nem egy kis név, de én nem sajnálok tőle semmit, és nem akarom azt, hogy most ez így, hogy jaj, hát ő többen nézik, vagy engem néznek többen. Ne, légy szó, jó? Tényleg ne. Csülök! Köszi szépen a tier 1-et! Nagyon szépen köszönöm a támogatást, használt szeretettel az emótokat, és köszi szépen. Remélem nem bántad meg. Hogy vagy, mi a helyzet? Szóval nem tudom Atesznak a termelő szövetkezetét. Ide majd kellene majd valami ló, hogy gyorsabban tudjak közlekedni. Mert én elsétálgatok nagyon szívesen, csak lehet, hogy idő után már uncsi lesz. Vagy nem tudom. Botnak kellene hozni bambuszt és automatán törni? Ez így van. Csak szerintem senki nem fedezett fel dzsungelt. Ne, ide vasutat nem akarok. Vasút az nem szép ide. Őszintén szólva. De lehet, hogy geci leszek és Balihoz megyek majd amúgy üllőt használni. Nincs annyi vasam. De bányászni meg majd mindenképpen kellene. Nagyon szépen köszi még egyszer, csülök. Használt szeretettel az emótákat. Meg hát na. Ahhoz képest most nem is vagyunk itt annyian, amennyien szoktunk lenni. Meg hát a streamnek az első egy órája sincs még. Tudod azt a glitchet, hogy te liszteszed bármilyen az inventory, majdnem széttörött ülő és sálkör tudod duplikálni. Gondolom azt a YouTube videó linket küldték az előbb, valamilyen duplikáló van jelenleg. De most kajakén egy multi szerveren akarok duplikálni. Mármint... Most ezt nem rosszból, érted? Meg így a többiek is játszanak, de így most... Tényleg én most duplikálni akarok egy ilyen multi szerveren, mert mondjuk szerintem egy kicsit ilyen geciség lenne. Én nem csinálnám. Őszintén szólva. Bambusztörött hajós dologból is lehet találni. Ez igaz? Ez abszolút igaz. Ó, bővült a szövetkezet. Hoppá. Itt van valami kialakított út neki? Vagy csak így ösvényen keresztül kell járkálni. Hoppá. Free stuff, joink. Nincs még út? Jó, valahogy megoldjuk akkor. Meg én egyébként azt tudom kurvára ez ebbe a szerverbe, hogy nem csak én csinálok dolgokat, hanem a többiek is. Vagy igazából a többiek mellett én csinálok néha dolgokat. Ez igen? Ó, bolond villámhárító. A nem jóját, ne csapjon bele a... Ó, szétnézhetek? Meg Balinak is lett egy kurva nagy falusi kolóniája. Termelői szövetkezet. Ez igen? Micsoda szép hely. Mennyi megykával? Ne trédeljetek, keresem a jó trédeket. Oksi, nem trédelünk. De cserébe vannak kurva sokan. Mindenhol két darab. Sorvadás, gyengeség, farmer. Oj, ne. Baszoda. Elnézést. Ja, de ennek van egy második emelete is. Vagyis lenne, csak ugye gondolom a falusiak nem akarjuk, hogy kiszökjenek. Hát ez a kurlak. Jó, szóval nincs üllőd. Akkor tök fölöslegesen jöttem ide. Akkor megyek Balihoz. Nem is érdekel, megyek Balihoz, csá. Vagyis nincs fenn Bali. De, ja. Ja, meg ott ezzel a bázissal akarok valamit kezdeni, mert kurvára idegesít. Szóval lehet, hogy majd offstream elkezdek valamit. Ugye tudjátok, volt a... Nem tudjátok, mert az emberek többsége nem volt az alt fiókomon. De tegnap néztünk egy ilyen várfalat. És az a várfal egy egész jó cucc lenne egyébként ide. Nem én futatom a szervert. Na! Csekkoljunk át Balihoz. Valakinek beloptam a BMW-jét. Micsoda sebesség? Sebesség, gósz, brr. Nem én futtatom, jelenleg most egy hostingon megy, de majd saját szervergép lesz a későbbiekben. Nekem legalábbis ez volt az eredeti tervem, csak kicsúsztunk az időből. Tehát már az elején is saját szervergéppel szerettem volna futtatni. De, ja, ez végül nem valósult meg. Mi az Isten az a szutyak? Ezen a méhész cucc. Hát, Bali... Ez olyan, mint a hajam, mikor felkelek. Vicci. Na, nézzük, hogy van-e üldője ennek a drága embernek. Hogy ne lenne?
Az Unbreaking 3-at rá lehetne rakni jelenleg a baltára. Már ha szinte engedi természetesen. És most ennyi járkálgatás miatt most törtem egy picit az üldőjén. Bali kitett magáért. Bali nagyon sok mindent hozzátett eddig a szerverhez, tehát nagyon durva módon. Ezt meg akarom nektek mutatni, még akkor is, hogyha nem az én helyem, meg ilyenek. De aki van egy ilyen baszott nagy, ilyen falusi cuccosa, szóval ez egy király dolog. Csak még nem akarok odáig elsétálni, meg nem tudom, hol van szó szerint. Nem mutatom meg. Majd egyszer, hogyha Bali mondja, hogy majd menjünk oda. És tök fölösleges. Nem publikus a szerver IP. Az nem bambusz, az cukornád, és nem tudom, minek annyi. Ott már én sem értem, hogy minek annyi, de Bali azt mondta, hogy kell. Én meg azt mondom, hogy jó, hát kelljen. Nem az én dolgom. Én hallottam, meg így írták is DC-n tegnap, hogy másnak is lett SMP szervere. Jó, baszki. Mármint, hogy igazából... Norbi! Mi van? Ne spamelj, mi van? DC? Jé! Látom. G to the G. Hát, ja. Ja, nem, hát nem csak ugye láttam azt, alapvetően van másnak is, de én ha jól láttam, az ugye nézői nyílt szerver. És így, right, én értem. Én biztos nem vállaltam volna be. Tehát, hogy nem tudom, hogy nézője le, csak rosszul tudom, de... Nem tudom, én nem csináltam volna ilyet. Mert relatíve hamar tönkre teszik. Azok, akik hát nem kívánatos személyek. Tök királyfalusi rezervátum, a vágom. Tudom, hogy van. Ja, amúgy bocsú, Bali, használtam az üllődet. Az enyém eltört, és nincs több vasam. Szóval... Ennek tükrébe elmegyek majd bányászni. Valószínűleg kelleni fog majd. Meg majd Atesznak a falusi farmját akarom megcsinálni a komposztálás miatt. Ez egy kifejezetten jó cucc lenne. Mi a seed? De miért akarjátok tudni ennek a cuccnak a seedjét? Nem publikus, ugyanúgy, mint a HC mapomon. Vagy felkértél seed, az is egy opció még. Ó, Istenem. Van egy hülyeségem általában, hogy megnyitogatok Discord privát üzeneteket, mikor streamelek. Tehát, hogy így... Miért teszem ezt? Tehát valaki ír, hello. Visszaírsz? Ember, mi a fasz? Miért? Tehát írd le, mit szeretnél? Írd le, mit szeretnél? Az Isten verje meg, nem. Jó, elég. Én és a figyelem. Most kik vannak fent a szerverem? Most csak én vagyok fent. Meg alapvetően, hogyha lennének is fent a szerverem, akkor is csak én csinálnék. Mert úgy, na, szóval akkor is csak egyedül csinálnék dolgokat jelenleg. Csak streamerek játszom, és annó te ebben miért nem vettem részt? Nagyon jó kérdés, mert Manin egyébként rendszeresen kérdezte, hogy részt akarok-e venni, vagy bármi. Megvan ennek az oka, hogy miért nem akartam. Mert egyszerűen bárki bármit mond nekem, oké, hogy külföldön összejön az, hogy streamerekkel valamit összeraksz, de ez itthon nem fog összejönni. Tehát, hogyha egy picit is tisztában vagy azzal egyébként, hogy milyen klikkek, milyen dolgok vannak amúgy itt a tartalomgyártókon belül, most tényleg attól függetlenül, hogy kiről beszélünk, vagy bárkiről beszélünk, amikor így 30 éves emberek azon vitatkoznak, geci, egy baráti társaságban, hogy nem hoztoltad be őt, miután lelőtted a streamet, meg ilyenek. És itt nem a fiatalokról beszélek, hanem arról, hogy nincsen önzetlen elvárás. Meg nincsen önzetlen dolog, hanem mindenki valamit elvár a másiktól például. És... Azt hozzá kell tenni, hogy ha nem lenne elérésem, akkor most ez akármilyen csúnyán hangzik, nem keresett volna meg senki azzal, hogy jöjjek, vagy bármi. És itt most ezt a részt csak azért fűztem hozzá, hogy ne legyünk álszentek. Nyilvánvalóan, hogyha valaki valamit csinálni akar, azt azért akarja, és azért pont tartalomgyártókkal, hogy extra elérése legyen ezáltal, hogy több ember is csinálja. Csak tudod, ezzel most az a baj, ezzel az a baj, hogy nekem ebből mi lett volna az érdekem. Azon kívül, hogy a HC mapomat kevesebbet toltam volna.
És itt nem azt mondom, hogy mindent érdekből kell nézned, ne értsd félre. Csak például most az SMP-s dolog is a jelen esetben, én szándékosan azt akartam, hogy ne már meglévő tartalomgyártókkal legyen. Geci hülyén jött volna ki. Most képzeld el, hogy csak már meglévő, nagyobb nézőszámú streamerekkel toltam volna ezt a szervert. Kurvára nem lett volna ugyanolyan, mint most. Szerintem. Mert mindenki foglalkozik a saját dolgával, saját közösségével, stb. Ami alapvetően nem egy nagy baj, csak nekik bárki van ott alakítva valami. És ja. Megint alapvetően sem vagyok így itt tartalomgyártókkal, így mindenkivel nagy barátságban, meg a tököm tudja. Nem azért, mert nem szimpatikusak, hanem mert én meg vagyok a saját közegembe. Van egy-két nagyon jó barátom, aki ugyanúgy streamel, és nagyon jó barátságot ápolok velük például. Mit tudom, ott van Suri, ott van Vendel. Tehát emberek, akik alapvetően is szoktak lenni a chatemen. Tehát nyilván ez egy létező szituáció. De én nem láttam volna értelmét, hogy ezt jelenleg toltam volna. Én igazából így vagyok. A Sun is például pontosan. Tehát ja. Nem, az hamar meg lesz, Bali, szerintem. Szóval szerintem nem arra kell ráállni, hogy közösség, vagy izé, hogy csak streamerekből legyen valami, mert az elveszíti azt a hangulatot, hogy ilyen elvárás lenne, hogy őt hoztod Hemcsant, ezt csináld, úgy csináld, és nem tudom. De saját önszántadból ezt nem teszed meg. Mert hallottam már rengeteg ilyet, hogy mit tudom, beálltak klikkekbe adott tartalomgyártók, és így ment a vitatkozás, geci, arról, hogy hát miért nem hoztoltad be a stream végén az illetőt, most kevesebben nézik, mint átlagba, te most miért lőtted fel a streamet, amikor ő is, és nem fiatal korosztályról beszélünk. Nagyon undorító egy ilyen dolog amúgy. Szóval szerintem nagyobb hátrány van ebből, mint előny igazából. Szóval nagyobb hátrány van belőle, mint előny. Én legalábbis így gondolom. Hozzáállás is a probléma része. Meg tudod, például külföldön azért is csinálják ezt sokkal természetesebben, barátibban, mert ott már megvan az alapvető cél, ő tud ezzel egész nap foglalkozni, mert ez a munkája, ugye. Viszont ezt tegyük hozzá, hogy itthon még nagyon sok ember ugye ezt nem teljes állásszerűen csinálja. Viszont nyilván egy cél ott van előtte. Ja, meg azt tegyük hozzá, hogy ki milyen célból csinálja a tartalomgyártást. És igen. Meg hát sok embernek valószínűleg nem tetszett volna az a dolog, hogy itt maximum napi 2 órát tolhatod csak streambe a dolgokat. Amúgy a szabokat plusz eredet is nézőket még felengednék? Én egyáltalán nem. Azért, mert valaki megvette a Minecraftot, az azt jelenti, hogy... Vagy valakinek volt 5 eurója szabolni, akkor már feljöhetne. Nem tudom, nekem ez így nem feltétlen szimpatikus. Bár nekem mi szimpatikus? Nem sok minden. Jó, nagy negatív vagyok, bazd meg. Jaj. Any primers in the chat? Az a gond szerintem, hogy nagyon sok a saját érdekeit nézi előtérben, mármint itt a közös tartalomgyártókkal történő kollabra gondolok, ez véget nagyon hamar elharapózhat a dolog. Yes. De mondom, én ezeket csak ilyen külsős, ilyen füllel hallottam ezeket a dolgokat, tehát velem ilyen személyesen nem történt. De nyilván nekem is megvolt egy időben, hogy én is így, jaj, hát tartalomgyártók, jaj, de jó lenne, de nem biztos attól, hogy valaki például a tartalmaiban jól csinálja a tartalmát, az emberileg is egyébként ott megállná a helyét. Én szerintem. Megvan minden? Azt hiszem. Bobby, köszi, hogy folytatod a szabodat! Kösz szépen, hogy folytatod a szabodat, amit Lenin adott. Nagyon szépen köszönöm. Na. Most nem tudom, miért akartam Emeraldot. Miért akartam Emeraldot trédelni? Gondolom, csak le akartam aratni a dolgokat. De a falusi olcsóbbitot el kéne kezdeni csinálni. Vasam az nincs elég, szóval le kell mennem bányászni, valószínűleg. Szóval lemegyünk bányászni. Meg hát azért látjátok nálam is, hogy azért nem feltétlenül arról szó lesz, hogy mit tudom, mint egy csomó streamer itt van, és akkor úristen, de jó, hogy itt van ez a streamer, meg ilyenek. Hanem például Baliból lesz nagyobb nézőszávú tartalomgyártó, meg aki rendszeresebben csinálja.
És szerintem ez egy sokkal medőbb státusz ilyen téren, hogy ezáltal, mint hogy itt most arról lenne, hogy most jaj, hát 100 nézővető van neki, mindenki, de hogy én többet foglalkozok ezzel, meg jaj, hagyjuk már ezt. Nézd a fákjám! Hoppá! Szóval ja, nagy a klikkesedés ilyen téren. Gida vagy Anna, mikor fogják tolni újra? Gida szerdán jön haza, és elvileg lesz már internete. Szóval lehet, hogy konkrétan... ja. Hát itt 64, de azt hiszem van még egy másik stackem. Szóval például Gida a szerdán jön haza, ő most nyaralni volt egy hetet. Annának most minden gebasz van. De mondta egyébként, hogy amikor akart, akkor meg dolgok miatt nem jött össze. Reméljük, hogy a kövi héten, vagy ezen a héten legalább mind a ketten egy picit rá tudják szállni az idejüket. Kettő van nálad? What? Ja tényleg? Jaj, bocsánat. Jó, bocsi, igazad van. Ez az SMP. Hát ez jelenleg még csak egy ilyen survival multiplayer játszás, amit többen tolunk. Nyilván itt majd lesznek eventek, lesznek események, lesznek akár történetszálak. Tehát határa csillagos ég, ez egy nagyon, nagyon összetett dolog hosszú távon. A lényeg annyi, hogy ne egy hónap után legyen vége, mert az fájna nekem is, fájna sok mindenkinek. Igazából. Nagyon jók vagyunk, nagyon jók vagyunk. Szerinted ezek a versenyek, amit pénzzel nyertnek valami játékot játszva, streamerek tönkre tehetik, vagy teszik az alapból jóban lévő... Mi? Várj! Szerinted ezek a versenyek, amikkel pénzt nyerhetnek valamilyen játékot játszva, streamerek tönkre tehetik, vagy teszik az alapból jóban lévő embereket? Hú! Na ennek nehéz a nyelvezete. És magyar nyelv. Ezt most nem igazán értem. Ne haragudj. Falusi zombi... Oh, gyémánt! Anya! It's a real diamond! Nyomod. Mondjuk igazából nem tudom minek most, de van gyémántunk, anya. Legyen. Még gyémánt, anya! Konkrét gyémánt tömkeleg. Alszi idő, nem tudok itt aludni. Nem fog beszorulni valamelyik falba? A Twitch Drive-hoz hozzásonló dologokra gondolt? Hát de nem értem. De továbbra sem értem. Tehát mit tenne tönkre egy Twitch Rivals? Mert például egy Twitch Rivals az nem arról szól, hogy tehetséges játékosok játszanak pénznyereményért, hanem nagy nézőszámmal rendelkező streamerek. Tehát ott az pont, hogy nem a játék tehetséges játékosokról szól egy Twitch Rivals. Rész mire jó? Ellopni. De én most nem használom jelenleg. Ja, már jönnek több olyan üzenetek egyébként, már sejtettem, hogy ez lesz, hogy hogyan lehet csatlakozni a szerverre. Tehát, hogy így, mi a követelmény? Nincs követelmény. Nincs követelmény, abszolút nincs követelmény. De hamarabb nyered meg az ötös lottot, mint hogy azt mondom, hogy na, akkor jöhetsz is. Már ha próbálkozol persze. Ha nem akkor, akkor valószínűleg nem. Jó. Streamerek kérdezték meg? Ja, nem csak a chaten alapvetően, mert kaptam én Discord privátokat is ezzel kapcsolatban. Szóval... hát... ja. Szóval kaptam DC privátokat is ezzel kapcsolatban. A válaszom még nem nagyon válaszoltam ezekre, de majd akarok. De nyilvánvalóan nem publikus. Semmilyen szempontból. Meg azt hozzá kell tenni, hogy azért az is egy nagyon számító tényező, hogy ha valaki egyébként jönne is a szerverre, akkor ugye titokba kell tartani például az IP-t. És ha ez most ez egy nagyobb dolog lesz majd a kelleténél, ez az egész szerver SD, akkor azért így... nem tudod még, hogy kibe bízhatsz majd igazán. Mert attól függetlenül, hogy nem tudnak fellépni a szerverre, támadni tudják a szervert, ugye DDoS vagy bármi ilyesmi. Tehát ez egy létező dolog. Itt ezzel csak ez a baj. Nem az, hogy most fel tud-e jönni valaki vagy sem, mert amúgy nem tudna senki feljönni, ha nem adok whitelistet, ugye. Szia, Birdie! Mizu, hogy vagy? Szia! Jó, megyünk oda. De kell vas, csak a másik oldalt még megnéztem.
ezt a részt ezt végig toljuk. Nagyon jó. Micsoda, amikor alig tudtam valamit a tagokról, SMB-be és Gida megkérdezte, hogy itt van csatom, hogy mikor lehet felmenni, és beírtam neki, hogy nem nézői szerver. Csoró! Csoró. Hát igen. A Gidát kivágjuk? Leveszik róla a whitelistet? Semmi ilyesmi. Egyébként így, hogy lesz internete meg ilyenek, a fejemet ráteszem, hogy ő aktívabb lesz amúgy. Szóval... Ő volt egyébként rajtam kívül. Sőt, nem. Kisebb túlzások nélkül kimondhatom, hogy Gida volt a leglelkesebb az SMP-vel kapcsolatban. Csak ők ugye költöztek, ugye volt, van most ez a nyaralósdi. Szóval, ja, Gida szerintem lesz annyira lelkes, mint például egy Bali. Szóval nagyon adom Gidát ilyen szempontból. Vas! Tömény vas! Jöhet az összes vas. Köszi szépen. Úristen. Lot of vas. Ez kettő volt egybe rakva? Baszlán mennyit szedtem ki? Te jó Isten. Amúgy örülök, hogy most már ilyen nyers dologgal van megcsinálva az egész vasasdi, mert így ugye kaphatsz többet is, ha forcsonnál szeded. Szóval adta az Isten. Adta az Isten, hogy van ilyen. Jó, itt a végéhez érünk lassan. Kellene új folyosót csinálni. Vagy bővíteni kéne a folyosót. A folyosó járatokat. Van egy érdekesség, ha lap is találsz, akkor menj a Z-koordinátában 4 blokkot, kezd leásni, tuti dia, egyszer nézd meg, nekem is működött. Ez valaki a lementő és tényleg lazurit lesz, megnézhetjük amúgy. Persze, nyilván full óvatosan azért. Jó, egyébként ez a bánya rész, ez nekem kurvára tetszik. Vagy legalábbis nem bánya rész, de lenti rész, az tetszik. Oh! Ez igen? Igazi ritkaságot találtunk. Ó, most látom, zsabét lesz. Ó, srácok, ha tudnátok titkot tartani, és nem látnál senki, aki a szerveren van, én tegnap este valami nagyon munkálkodtam a szerveren, egy olyan 4 órán keresztül, de nem merem megmutatni addig, ameddig nem tudok valakit vele megszopatni. Őszintén. Az a baj, hogy azért ennyire még nem bízok meg mindenkibe, hogy most ezt megmutassam. De én munkálkodtam valami nagyon fasz a dolgon, ami lehet csak egy olcsó János dolog, de én valami nagyon fasz a dolgon munkálkodtam. Ház hogy alakul? Hát ugye én tegnap építettem Creative Mapbe egy házat. Bármint ugye, aki az Altakon nézte a streamet, azt látta. De nem biztos, hogy jó ötlet lesz egyébként ez az SMP háznak. Igazából. Ház az csuda szép. Csuda szép ház. Szóval gondolkoztam valami hasonlón egyébként. Nyilván nem ilyen volt az alapkoncepciója, ugye ez egy kétszintes. Ugye itt van egy felső járat, meg ilyenek. Szóval egyébként jó cucc, nem rossz. De nem tudom még, hogy ezt szeretném-e. Csudi jó? Adom. Na, mehetünk tovább. Alapvetően, hogy nem gyémántot jöttem bányászni, hanem vasat, mert vas kellene nekem most így a pisztonok véget. Az jönne most nagyon jól. Egyébként én a 8-as szinten vagyok. Az egy nagyon jó kérdés, hogy most itt a 8-as szinten a legjobb bányászni vagy sem. Hát nem tudom mennyire látjátok, nekem eddig bevált. Szóval panaszkodni nincs miért. Oksa Birdie, jó vezetést, óvatosan. Valami bajod esik, mint ahogy jó anyám mondaná. Ha valami baj történik veled, még agyon is verlek. Nem, amúgy, nem tennék semmi ilyesmit. Addig afkolok, csak ne a kocsiba létszi. Ne a kocsiba, jó? Ne történjen semmi. Azaz, hát hogyne. Jó szülői jó tanács. Eddig milyen a nyaram? Hát streameltali. Nem tudom, itt nekem most nem a nyaralás, vagy az ilyen nyári dolog az első, hanem az, hogy tudjak nektek faszatartalmakat csinálni. Hülyén hangzik, de tényleg nekem a tavalyi nyaram írtószar volt. Aki egyébként itt volt a tavalyi évben is ugyanilyenkor, az nagyon jól emlékszik, hogy nekem nagyon fos volt a tavalyi évem. A költözésből voltam, ugye nekem ugye mindenféle problémám,
őszintén szólva, és nekem ez az év ez nagyon arra megy, hogy a tavalyi évet kárpótoljam. És ez hülyén hangzik egyébként, de hát sajnos vagy nem sajnos, nagyon sok ember elpártolt a tavalyi évbe. Tökre megvan az oka, hogy miért, tehát ennek abszolút megvan az oka, hogy ez mégis miért történt. És hát ja, de nyilvánvalóan tudtak mindent, aki tudja. Én tudjátok, mit akarok csinálni? Akarok itt egy kanyart, és itt folytatni. És itt is megcsináljuk ugyanezt. 5 szint kell? Hát attól függ, hanyadik, tehát a utolsó 5? Fene tudja. Tavaly nem is néztelek? Hát, mondhatni, hogy helyes. De nem baj, a lényeg, hogy most jó minden, a jelenben kell élnünk. Nagyon fontos, a jelenben kell élnünk, emberek. Mi történt? Hát én ugye költöztem is, voltak amúgy ilyen magánéleti bajaim, ami nagyon erősen egyébként a streamre lett reflektálva, meg minden ilyesmi, tehát hogy tényleg nagyon sok ilyesmi történt. És én, csúnyán hangzik, de én a magánéletben, én nem vagyok egy empatikus személyiség. Még olyan emberekkel sem, akik fontosak számomra. Tehát én nem vagyok egy empatikus személyiség, és az sokszor kinyilvánult a streamekben, amikor egy akkor egy fontos ember például csinált valamit, mármint egy fontos ember az életemben csinált valamit, én úgy, hogy lebasztam, mint bárki mást, ugyanúgy streamben, és jöttek azok a dolgok, hogy te hogy bánsz XY emberrel. És úgy vagyok vele, hogy ha valami olyasmit csinál, ami miatt például én is kaphatom a savazást, akkor ezt igenis nem engedem. Szóval ja, igazából. De nem csak ezek voltak például. Szóval, mondtatok valamit ezzel a lazurit dologgal. Na várjál, mi van ezzel a lazurit dologgal? Z koordinátora megy, majd 3-4-et ás felle. Lapis dolog. Na várjál. Check out. YouTube video. Now don't tell me you've never walked by lapis and went, oh, lapis, I guess I won't mind that. When you could be thinking, huh, free diamonds. Allow me to explain. Diamonds always spawn -4 on the z-axis from lapis. So in this case, we could mine 1, 2, 3, 4, and most likely down in most cases, and find diamonds. On 1.6, the lapis and the diamonds tend to be closer together. Z-fele 4-es, várjál. Blocks on the z-axis instead of 4. So, the fuck? Nem, ez tuti nem fog összejönni. Ez tuti nem fog összejönni. Fasság. Én ezt nem hiszem el. Na várjál. Na most. Akkor z-koordinátán megyünk előre. Ezt körbeásom először. Ezt először körbeásom, mert kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán mennyi lap is jön össze. Fos! Várjál. Ezt körbeássuk. Ha nagyon lenn van a lap is, akkor fel. Ú, na várjál, mert Atesz közben bevágta a szunyát, délig fel se kell. Te vagy már az ez. Addig él túl. A duplikálósat nem szeretném a szerveren megnézni. Megkukiznak. Ne kukizzanak meg. Na várjál. Várjál, mert a teszt meg fogják kukizni, és nem szeretném. Mert én szeretném megkukizni. Baffaszomat. Na, remélem nem szorulok bele a falba. Na. Szóval, akkor mi van? Y koordinátán, szóval itt, ugye? Itt megyünk 3-at előre, majd 4-et fel vagy le. Ugye? Y, Z koordináta. Z-nél. Yes, Z. Szóval erre kell menni 3-at. Ugye? Vagyis így 2-t, mert van egy üres rés. Milyen másik irány? Most mond... Ja, minusz Z? He? Másik irány, akkor minusz Z. Ezzel együtt kell a 3-at számolni? Gondolom ezzel együtt kell a 3-at számolni. És akkor itt felfele vagy lefele? Nem. 3-at előre, 4-et le. Nézd meg, inkább megnézem. 3 blocks
be closer together, so you'll only want to mine negative 3 blocks on the z-axis instead of 4. Azzal együtt 3-at. So you'll only want to mine negative 3 blocks on the z-axis instead of 4. Sometimes the counter will cross a triangle border, as in this case here. When that happens, you will need to move to the other side of the trunk and continue counting from there. 1, 2, 3, 4, and mine down right here. Aha. Igen, tehát ez abban az esetben van, hogyha a chunk szélén helyezkedik el a lazuri. Tehát ha a chunk szélén helyezkedik el, akkor a másik chunk végéről kell számolni amúgy a hármat, ugye? Jó, így. 1, 2, 3, 4, and mine down right here. The fuck? De itt 4 van. De szerintem a lazurittal együtt kellett számolni, és itt azért volt 4, ha minden igaz. Nagyon jó. Hát, ja. Akkor itt az a helyzet, hogy nem ott kell nézni, hanem a másik irányba. Megvan 100k, GG Gibbon. Szóval nem ott kell nézni, hanem ott kell nézni. Mivel ez a chunk border utolsó eleme, és amit látjátok, pont az utolsó eleme, ezért ezen az oldalt kell nézni. Ennek a chunk bordernek a végén. Egyébként ez nem ér meg annyit, hogy ezzel foglalkozzunk. Szerintem. Mert egy kibaszott nagy bányának a tököm tudja, milyen helyén vagyok jelenleg. Megéri? Na, szóval nézzünk egy chunk végét. Már ha beadja. Kösz, ez a chunk vége. Nagyon jók vagyunk. És akkor 2, 3, 4. Bedrock, akkor felfele kell. Psych! Hát, ez nem vált be. Mert ez amúgy, ez konkrétan így volt, szó szerint, ahogy mondta is a srác. Mert lefele bedrock van, felfele pedig, hát ott feljebb kéne venni ahhoz. De mivel már be van lőve a 11-es rész, ezért szerintem bullshit. Már nem teljesen, lehet, hogy csak itt volt szerencsétlen. Nézd meg a 3-at. Itt sehol nem lesz. Jelen állás szerint. Plusz 1, mínusz 1. Na, jó, ezt megnézzük, utána már nem érdekel minket, mert... Ez már tényleg olyan, hogy bazd meg ennyi idő után meg már találom gyémát, ott nagyon szeretnék. Egyet balra mentél. Jó, fejezd be kérlek, köszi. Tizenhat lettél, pogu! Ja, nem, van ilyen lazuritos dolog amúgy, hogy elvileg, hogyha lazurit közel vagy, akkor találsz izét. Ja. Másik oldalt attól megnézhetem persze. Ja, hogy így, de ez jobbra, ha arra gondolsz, hogy itt a lazurithoz képest. Mondjuk az meg totál nincsen megfejtve egyébként, hogy itt ilyenkor melyik irány, tehát oké, hogy az irány, csak hogy a lazurithoz képest. Felásom neked az egész részt, ha kell. A gyémántot találunk, az mind a szerencse műve. Köszönöm. Az agyagos technika? Yes, de amúgy alapvetően se gyémántot jöttem keresni. Ehelyett szétdúrom az egész helyet. Amit amúgy se így akartam amúgy. Vasat legalább találtam. Jó, ez mondjuk igaz. Nem baj, a vas az mindig jól jön. Főleg, ha tele van az inventorim lassan minden csodával. Ja, hát figyelj, max lesz még ilyen opció, akkor megnézzük. De ez nagyon hülyén jött ki, mert a chunk bordernek a szélére jött ki a lazurit pont. Más király megnézhető még, de hát... Tök mindegy szerintem. Ehhez már kiszedhettem volna a lazuritot. Úristen, na jó van. Hát ez nem jött be. Na, még itt megnézzük azt csak.
Mert azért ez nem egy fix dolog, mert az érceknek a generálása még mindig random. Itt most friss fire, természetesen. Szavaz battle-ket! Amit el kéne rakosgatni a cuccokat. És szétkúrtuk az egész helyünket. Let's go! Let's go! Ez volt a cél, nem? Köszönöm. Mehetünk tovább. Vasat ne hajtod? Á, most már mindegy. Most nem fogom azt kiszedegetni. Max, hogyha majd megint ott lyukat kell ásni, akkor. Mint ami se történt, természetesen. Ez az utóbbi pár perc, ez meg se történt. Ugyebár. Ú, arany! Az jó cucc, meg kell az aranyrépa. Aranyrépa egy király cucc. Szóval ezt kelleni fog nekünk. Valaki kérdezte, hogy mi történt a szerveremmel. Hát azon játszok éppen. Tehát, hogy így, nem tudom, mi történt a szerverrel, chat? Valami baj történt a szerverrel? Tehát így, nem tudom. Nem rakom át a másik közömbe a fákját, mert ugye mivel van ez az Optifine-os világítás, ugye? Amit tudom, hogy ki lehet kapcsolni, de nem szeretném. Akkor nem tudom, hogy mikor fog sötétedni. Ezt már benéztem múltkor. De lehet kikapcsolom a Dynamic Lights-t, és akkor lehet, hogy úgy fogom csinálni. Várjál csak. Ez hol kell? Details? Valószínűleg nem. Quality. Better Snow, Entitás, Custom Fonts, Bettergrass. Nem. Performance, nem. Other. Hol? Anime. Várjál. Kell nekünk egy dinamikus világítás kikapcsolása. Shadernél? Nope. Nem. Ott van. Azt a kurva eget. Várjál. Shader felett. Ezek fogyatékos vagyok. Köszi szépen. Na, most már átrakhatjuk a másik kezünkbe. Mert ugye itt most sötétedni fog ettől függetlenül. Nézd. Mert a fákja ugye nem világít pluszba. De ha bekapcsolom a dinamikus világítást, akkor ugye világít. És ez eléggé rossz ilyen téren. Szóval így most egyszerűbb lesz lerakosgatni a dolgokat. Yes. Kösz szépen, Ádám! Nagyon szépen köszönöm. És veletek mi a helyzet így a hét elején? Valakinek van valami jó programja a héten, így hogy most már maszkot se kell felvenni szinte sehova. Tehát... Mi a terv a héten? Valaki mondjon valami faszát. Jó, ezt kezdhetjük is amúgy. Hát, ha lesz valami. Balcsizás? Amúgy pont néztem egy videót, hogy baromi drágák lettek a balatoni árak, ugye? Mert ugye most már kevesebb a vendéglátós, ugye? Jobban meg kell fizetni a munkásokat, az anyagárak is egyébként, mármint az élelmiszerek is kurva drágák. A szállások. Ez rendes, amúgy lassan már az van, hogy Horvátországba jobban megéri kimenni. Amúgy. Sose volt olcsó. Én életemben egyszer voltam Balatonon, akkor is munka miatt. Ez kicsit hülyén hangzik, de egyébként volt egy siófoki esemény, ahol én képviseltem a magyar Ticset, egy ilyen céges rendezvényen, ugye, 2019-ben. És akkor voltam életemben először Balatonon, de hát weird flex, de minden ingyen volt, szóval, ja, igazából nekem ez volt az egyedüli balatoni cuccosom, de hát ahol szét lehetett nézni, szétnéztünk. Lettem volna, ott ágyönyörű volt, Zoli barátomat vittem, nagyon éltük egyébként azt a helyet. Jól megy? Ja, hát nem, valószínűleg nem lesz még egy ilyen. Vagy ha lesz még egy ilyen, akkor nem tudom, mert már tavaly akartak hívni. Csak ugye akkor így Covid véget, meg ilyenek kicsit korlátozottabbak voltak a lehetőségek. Szóval, ja. Opa. Sikerült a lapis cuccos? Figyelj, Max, ha beadja még egyszer, megnézhetjük. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy az ördögtől való is nem nézem meg többet. Érted? Szóval bármikor megtekinthető. Már most olcsóbb egy hét Horvátban, mint Balatonon? Én egyébként nem akarok senkit megbántani, de én inkább mennék egy Horvátországba, mint Balatonba. Addig se ebbe az országba... Nem, csak... Nem tudom egyébként, én szívesen mennék egy Horvátországba. Nem tudom, nekem valamiért így összképbe lehet, hogy szebbnek tűnne. Vagy tudja a fene. Hát ezt már megint aludni akar. Te mennyit alszol egy nap?
Jó, Istenem. Balaton fenyves partjáról. Na, hát kellemes kikapcsolódást akkor. Nyomód. Aha. Hát akkor most már szedjük ki azt a vasat, jó? Faszételik ilyen gyorsan a nap. Hát ezt én is megkérdezhetném. Jó. Most már felszedtük a vasat. Most már aggodalomra semmi ok. Amúgy. Jó így? Jó így. Valószínűleg itt nem tudom, hogy lesz-e bármi. De most a vas miatt nagyon toljuk a dolgokat. Miután egyébként végigdúrtam ezt a részt, megyek majd fel. Aztán kiégetem a vasat, meg megcsináljuk a pisztonokat, és akkor elkezdjük a falusi olcsóbítónak a dolgait csinálni. Ez lesz majd a terv. Rukkeltó és velencei. Én nem tudom. De azt viszont tudom, hogy itthon rengeteg olyan hely van, ami ilyen természeti ilyen kinézet, baromi gyönyörű például. Van is ilyen oldal, ami ezzel foglalkozik amúgy. Ilyen jó kis túrahelyek amúgy, amik gyönyörűek. Jaj, megint lap is. Ajaj, én most nem. Nem fogom szétkúrni ezt a helyet. Köszi, nem akarom szétkúrni. Vagy szétkúrjam. De nem akarom! Várjál. Z irányba negatív. Itt kell lenni elvileg. De no! De amúgy nem is. Tiszta butaság. Ott már nem lesz semmi. Hát, nekem ez leves, nekem ez nem válik be. Csunk. Nem fog megint csunkot nézni. De nem a chunkbordás széle. De a chunkbordás széle volt. De spicsába. Ja nem, az pont úgy jól jött volna ki. Akkor teljesen lényegtelen. Hát, akkor szerencsétlen vagyok, nekem nem adja be. Ilyen az a pop szakma. De kit érdekel? Senkit. Na, szóval. Oké, okay, mehetünk tovább. Max, ha egy normálisabb hely lesz, akkor megnézzük. Király. Meg a házépítése kellene, hogy izé. De nem tudom, én amúgy valamilyen nagyon lusta vagyok házat csinálni. Ezt észrevettétek eddig szerintem bármikor. Mindenki jó fasz a házzal kezdi. Nekem meg van egy kurva nagy Tesco parkolóm. Azt akkor mi van? De nem gyémántot akarok keresni, most csak bányászok. A vas az most nekem fontosabb, mint a gyémánt. Jó, itt még egyet amúgy áshatunk, és akkor ez az utcsó. Gyémánt! Tudtam, hogy ki kell ásni egy utolsót. Tudtam én, emberek. Melyikbe vagytok? És akkor itt most megyünk lapist keresni? Meg ilyenek? Ugyebár. Jók vagyunk. Jó, ezt a részt még visszafele megcsináljuk, aztán mai bányászásunk megtörtént. Csákány az még bírja bőven, szóval ezzel nincsen baj. A vas! Köszi szépen. Jó cucc. Köszönöm. Mióta megy a stream? Másfél órája? Ha azt jelenti, egy órája vagyok fent a szerveren, ugye? Azt hiszem. Ha minden igaz. Milyen csákányom van? Hát elég fullos. Egy Mending Fortune 3 Efficiency-ot Unbreaking. Tehát, hogy ez most egy fullos csákány szerencsére. Ezzel kezdtem. Lesz már chef? Nope. Meg hát sajnos vagy nem sajnos, nem lett meg a fullos legaszett a mágus karakteremen. De mindegy is. Teljesen lényegtelen. Ja, kedvenc nasim. Nagyon nem vagyok nas is. Megmondom az őszintét. Én nem tudom. Tehát az a baj egyébként, hogy ha eszek is chipset, így nem tudom, elkap a rossz érzés,
De valami jó nasit, amit nagyon szeretek. Fú. Le van korlátozva, yes. Az van, hogy mindenki 2 órát streamelheti egy nap maximum. Ennek az az oka, hogy ne az legyen, hogy oké, hogy most van egy, mit tudom én, jó kis boostod amúgy azzal kapcsolatban, hogy megy az SMP például, de annak sok értelmét nem látom, hogy valaki 8 órán keresztül fenn van a szerverem. Tehát így, persze, lehet, hogy lenne értelme, viszont... Szóval, én úgy vagyok vele, hogy legyen meg a hiányérzetetek, vagy hogyha például anyagot akarsz felhasználni, akkor ne legyen túl sok időből, ugye. Tehát szerintem az a nagyon jó ebbe az egészbe, hogy tényleg le van korlátozva, és ennek köszönhetően bármikor ti is vissza tudjátok nézni, ha szeretnétek. Most azt, hogy mit tudom én, egy héten minden nap 2 órát például streamelek egy SMP-t, visszanézhetőbb, mintha például minden nap 8 órát tolnám. Tehát rendes a streamet nem tudnátok végignézni egyébként, nem, hogy még visszanézni 8 órát. És tudom, hogy ez hülyén hangzik, mert valahogy úgyis összejön a 8 óra. Jaj, várjál, itt valahol volt egy... Ja, bazd meg, túlmentem. Szóval azért mondom, hogy legyen hiányérzetetek, és tudjátok azt, hogy ha van is esetleg ilyen tartom, és lemaradsz róla, akkor vissza tudod nézni. Meg egy idő után megunnátok a nézését szerintem. Lehet, hogy így is meg fogja unni egy jó pár ember a nézését egy idő után, de én úgy vagyok vele, hogy mivel még csak most indult ez az egész, ezért ebben még van bőven potenciál. De nem tervezek egyébként én se hosszabb időt tolni, majd néha, vagy alapvetően kicsit túl szokott menni ez a 2 óra, de ha túl is megy ez a 2 óra, akkor max 2 óra 30 percre mehet túl. És ez rám is ugyanúgy vonatkozik, és bárki másra is ugyanúgy vonatkozik. Én se szeretném ezt a szabályt megszegni, mert ugyanúgy szerintem igenis van létjogosultsága. Ó! Megkaptam a vote-ot a custom portréra. Nem merem megnyitni a linket, hogy ez amúgy működik-e. Kajak megkaptam. És látom a 3 avatárt. Ude furák. Amúgy, geci. De fura. Ezek nagyon tetszeni fognak nektek. Mutass, ha mered? Nope. De várjál, ezen link alapján egyébként. Jó. Jó, látom a másik embinknek egyébként a portrész szavazását. Az enyémek jobbak. Na. Nem tudom, hogy ezt megmerjem megmutatni. De várjál. Igen. Ja, hogy ezt mutatni kéne nektek. Ó, kellene valami időpont egyébként. Mert 4 nap van a szavazásra. És szavaznatok kéne, hogy melyik legyen. Hogy ezt ti szavazzátok meg. Én tudom, melyiket fogjátok választani egyébként. Én nem merek megmondani a kedvencemet, mert az a baj, hogy ez az alapján fog... Az emberek az alapján is fogják szavazni, megmondom, hogy nekem melyik a kedvencem. Gaci. Annyi biztos, hogy nem ugyanolyanok, mint az eddigi SF portrék. Amúgy. Ja, hogy én is tudok szavazni. De fura, geci, ezt amúgy látni. Te jó Isten, de fura ezt látni. Kellene egy kiírás, vagy valahova, hogy ezt mikor fogom mutatni, ezt a linket. Hány óra van? 15:43. Mikor van vége az SMP időmnek? 17 órakor fogom mutatni. Shakes and Fidget Custom Portrait bemutató és
adok linket a szavazásra. 16:30 a két órát nézzük. Nem baj, 17-kor lesz majd. Bocsánat, hogy most megállt az SMP dolog ezzel kapcsolatban. De, ja, ezt szeretném egyébként még a mai nap. Egyébként, nem tudom, fura. Hat az újból kettőnél volt, ja, az is csak random volt, mert az első csak szerencsé volt, a másik tényleg úgy volt, hogy mutatta a srác, amúgy kepp az egész, szóval szerintem ez csak mende monda. Legalább összejön valamilyen szempontból. Bocsánat. Upszi. Ezt most bocs, hogy ilyen hirtelen jött amúgy. Esküszöm, nem állt szándékomba. Hát most megosztottam mindenhol, ahol egyébként most így hirtelen tudtam. De, ja. Szóval 17 órakor. Legalább van egy időpont. Én már láttam a másik úriembernek, mert egyébként ez egy olyan, amit egyébként simán kinézhető. Szóval, ja. Uááá, Atesz! Még egy Atesz! Miért van ennyi Atesz? Mi a fasz? Túl sok. A lot. Ez a creeper ugye nem akar erre jönni. Persze nem akar erre jönni. De mondom, most a bányászás az nem izé miatt volt, most a gyémánt miatt, tehát ne értsd félre. Ja, meg kérdezték, hogy V50-en részt akarok-e venni. De szerintem nem. Szóval emiatt is egy fél pillanatot kérek amúgy. Bocsánat. Vagy 4-kor, vagy 6-kor fog indulni majd a V50. Igen. És ez amikor majd jön a V50, akkor derül ki, hogy melyik portrét szavaztátok ti meg. És kurva sok szavazat fog kelleni. Na. Itt vagyok, bocsánat. V50? Pénteken, most pénteken fog jönni majd a V50. Na, közben itt elrakosgatjuk a cuccokat, meg égetni kéne amúgy nagyon. Csak ugye nem szedtem szenet. Szóval, ezt valószínűleg fával fogjuk megcsinálni. Elég valószínű. Na, bocsi ezért a hirtelen megállásért. Ez most egy olyan dolog, amit... Oké, hogy külön streamet akartam erre szentelni, meg ilyenek, de ezt most nem lehet, mert ez most tényleg határidőre van. Ez amúgy ténylegesen határidőre van. Hó! Aki küldte nekem a... Aha. Az jó. Oksa. Kemencéknek is oda. Szóval aki küldte nekem a linket meg dolgokat, már mondta, hogy ő is szavazott egyébként. A kedvencére. Én szerintem tudom, én nem az a baj egyébként, hogy most mondjam azt, hogy nekem melyik lesz a kedvencem a három közül, vagy melyik a kedvencem. Az a baj, azért nem kéne, mert befolyásoló tényező lenne egyébként. Maximum, ha majd mindenki egyértelműen mondja, hogy melyik a legjobb, akkor majd mondom, hogy Mizó. De lehet, hogy nem kéne. De mondjam? Nem mondom. Jó, nem mondom. Miután szavaztunk, az a baj, hogy erre lesz egy pár napotok, ugye? Nem sok. Az a baj, ez tényleg csak pár nap. És, ja. Ja, meg nem tudom, valahogy így, ha valaki amúgy tudja osztani, hogy Mizu ezt a portrés reviewt, meg ilyenek, akkor ja. Akkor majd mehet. Kettő darab kemencén van. Kéne égetni. Akkor nem mondom. Jó zsír. Megbeszéltük.
Jó. Van még fám, azt hiszem. Kevés, de van. Hát ezt 64-64-jel oldom meg. Másfél ez most nem igazán fog menni. Fenn kettő. Aha, van fél lap is. Ez azt hiszem fele annyit éget, vagy ugyanannyit éget? Ezt most már tudni akarom. Ha fele annyit éget, akkor ez kicsit szar. Nem, ugyanúgy egy blokk. Vagy egy fél blokk. Nem, faszt. Kettő darab. Egy cuccnak az égetése. Teljesen lényegtelen. Megcsináljuk így, aztán majd lesz, amennyi lesz. Bocsi, túlságosan be vagyok hype-olva ezért a fosért, ami most jött amúgy. Picsába. Hogy lehet DC rangot kérni? Olvasd el szobába. Természetesen olvasd el szobába. Nekem te vagy a kedvencem? Köszönöm. Na, bocsánat, olvasom a csetet. Szóval éges faszenet. Te vagy már a pénisz. Majd a végén mondjam? Jó. De egyébként nekem az a fura, hogy az eddigi portrékhoz képest túlságosan más, vagy lehet, nem tudom egyébként, furis. Ja. Harangot tudsz, amit egyik nap néztél, azt már megcsináltad? Nem, azt még nem csináltam meg. Mennyi gyémánt. Lot of gyémánt. Mondjuk nem tudom, mire fogom használni, de ja. Meg tudjátok, mit kéne amúgy csinálni? Enchant asztalt. Kéne egy külön enchantoló rész jelenleg. Mindegy, Shakes and Fidget-be a custom portrék hivatalosak. Három darab portrét rajzoltak, amit a mai nap 17 órakor fogok mutatni, a linket, meg mindent. És lesz rá egy pár napotok, hogy szavazzatok, és az a lényeg, hogy ténylegesen szavazzatok rá egyébként, minél többen, mert ez számítani fog. És majd mondani fogom a részleteket. Szóval most már megvan a portré. Tudtam egyébként, hogy a héten valószínűleg így igen. De ja, ha minden igaz, így magyarok közül ketten kaptunk. Majd mutatom a másikat is egyébként, hogy ki a másik illető. Mármint én legalábbis kettőről tudok. I guess, én kettőről tudok. Legalábbis. Ja, és csak egy spoiler egyébként, piros hajú. Igen. Szóval legalább egy fokkal különlegesebb. Szóval megmaradt a piros hajó, szóval ezt megcsinálták. És fura. Geci, ilyen tátott szájam lesz egész streambe. Mert is a hajó újra festés? No way. No way. Viszont a héten meg kell csinálni azt, hogy ki tudjam sorsoltatni majd a Collector's Edition-öket. Amúgy. Arra majd fogunk valamit csinálni. Ilyen ideiglenes vörösre? Az nem fogja átadni azt a hatást sajnos. Szerintem. Tudok könyves polcot trédelni? Aha. Mennyi darab fog kelleni? 9-25-45. 9-25-45. Hát csak 5 darabot fogok tudni szedni. Az kevés. Minimum egy 10 darab fog kelleni. Még kis aranyos újjal számolt a gyökér. Ja, hogy itt voltak a fák? Oksa. És másból nem tudok szerintem. Maximum gyémántból tudok emeráldot szerezni, de az kicsit hülyén jön ki. Vagy vasból. Benny? Mi Benny? Mi van Bennyvel? Benny povapog. Mi Benny povapog? Na. Baj, ha leírom az egyiket? Ja, hát nem baj igazából. Mármint én elvileg. Agja fazát azért. Jó volt hakni. Kussolj. Na. Benny egy chatbot? Hát már Benny, nem tudom Bennyt kifizetni, túl drága. Szóval az nem nagyon fog menni. 12. Az kevés, abból egy darab tud jönni max. Bármint én tényleg két rajtam, vagy velem együtt két emberről tudok. Ja. Szerinted? You are right. Szóval szerintem nem adná át az ideiglenes hajfesték amúgy ezt. Megkérdezem, ha tesztől mit csinál amúgy. Lehet elszaladok.
5-től? Nem, már valószínűleg 16:30-kor előtte elsofezünk egy fél órát. Aztán ja. Zsozénak megvan még, persze. Hogyne. Azok egy fokkal karakteresebbek szerintem. De ezt honnan tudod, Balázs? Ja, szerintem nem volt nehéz kitalálni. Na mindegy. Csak... Ne lékeld, jó? Mert úgy meg nem lesz különleges. Igazából. Tudom, most már egyből kéne, de legalább egy időpontot rávágtam ilyen szempontból. Bocs, hogy össze-vissza vagyok, ugye a vasak kelleni fognak a pisztonhoz. És mivel van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 darab falusim, ezért meg kellene a pisztonokat csinálni. Zúzott kőből kell akkor 3. Fákból nem tudom, hogy hogy van, de mindjárt megnézzük, hogy hogy állunk fa ügyileg. Pisztonból meg nem mennyi kell? 3 ugyanúgy, és akkor 4 kell a zúzott kőből. Jó. Vasgólemek aratnak a kertemben. Mi a fene? És 1, 2, 3. Hát, hogyha 64 darab vas kijön, akkor tudok 64 pisztont csinálni. Az legalább jó. Az legalább egy fokkal jó. Megéri érte? Hát, de drága a Benny, baszki, nem tudom megvenni, izé. Nem tudom csak úgy megvenni ezt a chatbotot. 64, poggers, pont kijön. Jó, és akkor megvan a 64 pisztonunk? Yes, kijön a 64 pisztonunk. Kelleni fog még kar. Hát akkor abból elég a 13 darab. És akkor ezt lecraftoljuk ugyanúgy. Akkor jó öreg redstone-os megoldások. Jó, akkor nem kell redstone fákja se, de redstone kelleni fog. És egyébként azt meg tudnám csinálni, hogyha pistonnal esetleg nem izével csinálom, sticky pistonnal, akkor meg tudnám csinálni azt, hogy a homokos megoldás. Annak még lenne értelme, csak akkor homokot kellene amúgy alájuk rakni. Értelmes magyar szavak. Nem nagyon lesznek farmok, ami lehet, hogy lelassítja a játékmenetet, de most egy kibaszott hosszú távú szerver esetében nem biztos, hogy ez feltétlen hátrány. Vannak gyerekkorodból megmaradt barátaid? De azért, mintha 50 éves lennék. Elnézést. Mintha 50 éves lennék. Gyerekkoromból. Hát, mit tudom, általános iskolai osztálytársak, mondjuk az nem tudom mennyire barátság, mondjuk én nagyon kevés emberrel vagyok, úgy tényleges nagyobb barátságban, azt hozzá kell tenni. De 5 éven keresztül, amíg középsuliba jártam, ugye szakmai érettségével együtt, én nagyon jó barátommal jártam ezt végig, a szakmát és az érettségit, ugyanúgy osztálytársak voltunk, Zoli barátom, vele a mai napig tartom a kapcsolatot. Igaz, hogy ritkán, meg itt szokott lenni a cseten is, ő az FXM01, és vele tartom a kapcsolatot. Nagy néha, ez általában az én hülyeségem véget, de ja, vele nagyon jóba vagyok. Iszonyatosan jóba vagyok vele. Hermitcraft? Nope. Jó, itt viszont valahogy ezt meg kéne oldani, ezt a vizes történést, és már akkor mindegyiket trédeltem, ugye? Mert akkor a munkaasztalt kijutom, akkor nem tűnik el a trédjük, ha minden igaz. Elvileg már mindegyiket trédeltem, ha minden igaz. Hány éve lopom a levegőt? Közel 22. A napot meg 2 éve lopom. Szóval, ja. Hónap végén leszek 22. Igazából. Nem 50 vagy? Nope. Nem vagyok 50 éves. Ezt sértésnek veszem. Na, jó. Akkor, meg lehetne azt csinálni, ami egyébként egyik ötlet a sok közül. Hogy tudom, hogy ott kifolyik, és akkor mondjuk a gombokat kurva fölösleges volt lerakni. Ez kifolyik ugyanúgy, mi? Aj, de jó vagy, Norbi. Aj, de jó vagy. De miért terül le? Tudom, hogy az leesik, várjál. De ez miért folyik ki? Mi vagy ilyen? Lehet, hogy a munkaasztalokat kellett volna amúgy meghagyni? Na, várjál. Hogyha úgy rakom a vizet, akkor jobbak vagyunk. Egy fokkal igen. Mert ugye alulra kellene rakni a pisztonokat.
pisztonnal kéne kezdeni. Mi a baj az 50 évesekkel? Én nem mondtam, csak én nem vagyok 50 éves. Mi lenne baj? Ki mondta ezt? Mert alulra kellene a pisztolyos megoldást megcsinálni. Csak ugye felettem, hogy homokot rakunk. Szóval lehet leásunk az aljára. Gyors cucc. Nem amúgy, de egy 30-nak kinéznek engem néha. Ne kérdezd. Tényleg nem értem. Hoppá. Lapát, gósz, brrr. Hát, ez most kevésbé. Dehogy nézek ki 30-nak, francokat. Dehogy nézek ki annak. Amúgy, és így konkrétan, például most ugye az SF-re visszatérve, lehet, hogy most itt egy hatalmas nagy zsöbétet letolok. Bár mondjuk a reakcióm kurvára nem volt kamu, akkor elmehetnék egy geci jó színésznek. Elmehetnék egy túl jó színésznek, ha ezt bejátszottam. De hát, nem játszottam be. Sok stressz. Én nem vagyok stresszes. Tudod nekem milyen nyugodt életem van az elmúlt fél évben? Hát bazzak, ilyen nyugodt életet mindenkinek csak kívánni tudok. Tehát, hogy így, én nem vagyok stresszes. Nincs miért stresszesnek lennem. Út egy. Az ott nem jó. És akkor hogy kéne? Ide kéne rakni a pisztont. És ide kéne rakni a homokot. Ugye? Csak ki kéne vezetni a kart. Ha minden igaz, ugyanígy volt az előzőben is. Csak így ennyi. Ki a kedvenc streamerem? Nem nagyon van. What? Ah! Mi történt? Eltűnt a falusim! Anya! Ugye nem halt meg. Itt most mi a fasz történt? Emberek? Be van szorulva a homokba? Várjál, ez most valami ott nem oké. De miért lem van a falusim? Várjál, a feljebb hozatom vízzel. Mi van? De miért van beszorulva a falusi? Nem kéne, hogy be legyen szorulva. Felhozom izé vízzel. Ez egészen hihetetlen. Jó, majd egyszer megborotválkozok. Aztán mindenki 13-nak fog hinni. Mondjuk az fact. Futó homok. De mi? Butaság. Átesik rajta. De nekem elvileg ennek működnie kéne. Látod? Csak kicsit lemostam a karokat. He? Mit mostam le? Ja, így már mindent értek. Fuck! Jó, akkor tudom most már mi van. Jó, köszönöm. Akkor ebből sticky piston lesz, mert ez fájdalmas. Ez egy kibaszott fájdalmas dolog. Le is mosta az egészet a picsába. Jó, hát ebből izé lesz, mert ezt nem tudom máshogy megoldani. A ragacsosból csináljuk. Én azt hiszem ez a sima összejön a homokkal, de hát nem jön össze. Kicsit fos, meg ilyenek. Gyorsabban esik a homok, ezért a homok átesik rajta. Aha. Make sense. 17. De akkor csináljunk egy párat. Most azon nem újjon. Csak akkor már nem homokkal csinálom meg, mert akkor annak itt semmi értelme. El fog szökni. Nem tud elszökni, mert ugye fail block. A tesznek nem írta, hogy kell segíteni. Én kérdeztem, hogy kell segíteni, mondta, hogy nem kell. Szóval így nem igazán értem.
Ezt megemeljük vízzel, azt a felső részt. De na, meg vagyunk. Ide hogy lehet feljönni? Technikailag sehogy. Most akkor megfullad a falusin, vagy mi az Isten? Jó, ez mondjuk egy kicsit vicces. Jó, az marad úgy, csak kicserélem, aztán tököm. Sem tudok mit csinálni. Úgy, ugye? Ezt kicsit eléggé rossz lehet látni, de most már mindegy. Meg kell ugyanúgy valami blokk oda. Jó, folyjon megint egy picit! Mit számít, érted? Ezek után már. Jó. Most már meg vagyunk, ugye? Csak annyi, hogy... akkor ezt a magat újra kötjük. Így mi? Imádom, hogy forgatja a fejét. Mi bajod van a fejem forgatásával? Jó, ez működik. Ez volt a lényeg. Jó. És akkor a munkaasztalát lerakjuk, és akkor a többit megcsináljuk ugyanígy. És mivel sticky piston, ez nem kell a többivel baszakodni. Szóval kiáshatjuk a többit. Csak egy pár helyre rakok le fákját. Miért kellett megcsinálni? Azért, mert a zombi így fogja őket megtámadni. Amelyiket leküldöm, a zombi rátámad automatikusan. 13 darabbal számoltam, ugye? És akkor majd a zombi így fogja elkapni őket. És akkor ezáltal ugye a zombi falusi lesz, és akkor majd tudom olcsóbbítani, ha szeretném. Ez a taktika része. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kell még 2, és akkor meg vagyunk mindegyikkel elvileg. Ugye? Yes. Ott is van? És akkor csak annyit kéne megnézni, hogy oké, hogy itt kivezetem a redstone jelet. Ezzel semmi baj nincsen. Ugye itt 2-vel számolok. Mindegy, ássuk ki ezeket is. Aztán majd a zombinak amúgy is kell majd valami út, amit tud csinálni. Vagy amit majd csinálnak a zombinak, hogy tudjon majd járkálni. Ja, majd valahonnan némteket is kéne szedni. Én nem, mert tök sokáig aludtam ma. Meg rohadt későn aludtam el, szóval... nyilván erre nem vagyok büszke. De szerencsére én például nem érzem magam annak. És most mindegyik kar működni fog. Azt nem kell ezzel a vizes hülyeséggel baszakodni. Csak fel kellett mérni a terepet. Egy redstone hián? Ó, bazd. A lényeg, hogy jól kiszámoltuk a dolgokat. Édes Istenem. Nem eszik meg, csak átalakítják. Amúgy. Szóval 16:30-kor van még az S&P időmnek? Csak hogy ne menjek rajta túl. Yes, meg 2 óra és akkor fél órát beszéltünk. Yes. Jó, nem is baj, nem is baj. Jól fog kijönni. Nincs több rendsz... Ja, jó, oké. Már kezdtem megijedni, nincs több redstone-om. Kiakadt az aim. Hát aki amúgy frontérzékeny, annak most tényleg kifejezetten szar. Mert most például ezen a héten ugye ugyanúgy kánikulát mond, viszont mellette ugye azt is figyelni kell, hogy az előző héten például meg volt eső is, meg ugye volt hidegebb idő. Ez egy kicsit szarul fog ez kijönni. Jó, az feltolja, letolja. Ez igazából ugyanúgy van, mint eddig. Yes. Csak duplán kell majd a kart tologatni. Ja, mert valóan ki kéne szökni. De mit alszunk? Gyenge emberek! Ezt mondjuk pont mondom egy atesznek. Valaki rakott egy omega lult. Úr, itt jön. Hihetetlen. Hétvégére rossz időt mondanak megint. Adja az Isten! Én örülök neki amúgy kifejezetten. Jó, munkaasztalokat visszarakhatjuk. Jó, te is egy botból emeráldos vagy. Jó, neked ugye a lectern kell. Neked szintúgy botból emeráld. Szintúgy botból emeráld. Jó, neked jöhet ez. 4 kapásból.
az Armorer, ez a izé. A Blast Furnace, ugye? Azt mondom, a Blast Furnace, nem akarok hülyeséget mondani. Azt tudom, hogy a Grindstone ide kerül a végére. És akkor van mellette még egy tábla. És azt hiszem így van, ha minden igaz. Igen. Csak mert itt ugye behúzza a földet, lehúzza és vissza. Ezért kell háromszor. Közben itt még maradt egy gomb. Csak nem figyeltem. Ez real. Tommy, ez real. Az atka volt. Az atka volt és az valós. A bíztes 10.000 dolláros. Az egy real cucc. Ezt onnan tudom neked mondani, hogy én az atkát ismerem egyrészt. Másrészt meg ugye ő fel is rakta ezt a videót, a harmad rész meg igazából így minden összeáll, tehát így. Csak azért nem hiszik el az emberek, mert olyan dolog, amit ők valószínűleg soha nem fognak nyerni egy ilyen kaliberű dologba. Ez csúnyán hangzik, de erre nem tudsz mit mondani. Tehát, hogy ez csak ezért. Tehát, nem tudom. Szóval azért mondják az emberek, hogy kamu, és mindenféleképpen belerakják, hogy ne legyen igaza. Még akkor is, hogyha amúgy tényleg igaz, hogy tényleg amúgy, mert nem tudom, itt nagyon, nagyon fájó lehet az embereknek, hogy valaki úgy nyer amúgy közel 3 millió forintot, hogy egyébként egy Minecraft tornamenten. Szóval amúgy ez egy real cucc. Tehát Atka erről csinált is videót, Atka 7 a neve is ráadásul, szóval ja. Meg ha másnak a felvétele, akkor azt már megtalálta volna mindenki, hogy másnak a felvétele. Meg azt hiszem egyébként az egyik ilyen videójában mutatta is, ahogy el lett utalva az összeg. Szóval, ja. Meg hát egy srácról beszélünk, aki a 18. életévét se töltötte be. Szóval ez egy kurva jó teljesítmény. Én egyébként azt nem mondom, hogy lennék a helyében, de egyébként ez egy 17 éves srácnak, ez egy kibaszott jó lehetőség. Meg hát magyar, most érted? Most ennyi erővel. Csak zombi kell? Azt hiszem már csak zombi kell, aha. És akkor megvagyunk mindennel. Nyilván ha bővíteni akarom, akkor ez így ugyanúgy egy megoldható dolog. Annyit kell figyelni, hogy itt ne tudjanak átjárkálni. Tehát az fontos. Az egyik falus itt lehúzom. És akkor az a lényeg, hogy megtámadja. Tehát a lábát nem fogja tudni megtámadni. Az fontos. Tehát a lábát nem tudja megtámadni. Ezért kell azt csinálni, hogy itt a feje látszódjon. És amikor ezt majd szépen felhúzzuk, akkor ugye csak a lába fog látszódni, viszont a lábát a zombi nem tudja megtámadni. Ja, meg kell némteg. Szóval azt kell figyelni, hogy a feje itt legyen ebben a szintben, szóval ez az egész alsó rész, ez itt le lesz zárva. Pontosabban hazudok, mert ugye egy szinten lejjebb, hogy a zombi meg tudja támadni ezt a részt. Hozok zúzott követ. A lábát a zombi nem tudja megtámadni, csak a felső részt, ugye? És ahol van egy blokk elválasztva, oda rakunk majd egy csapóajtót. A blokk helyére rakunk egy csapóajtót majd, hogy közelebb tudja megtámadni. Ez ugyanúgy egy blokknak érzékeli a játék, csak hát technikailag nem egy blokk. Te 17 évesen hogy mondtad volna anyunak, hogy ennyi pénzt nyertél, most ezen gondolkozunk Balival? Hát hogyha a jelenlegi állás szerint nézzük amúgy, én lehet el tudtam volna mondani. Mert azért 17 évesen nekem már volt ugye internetből pénzkeresési opcióm. Tehát lehet, hogy nekem egy fokkal lesz könnyebb lett volna. De most mondjuk egy ilyen laikus szemmel például, ez először hihetetlen, utána pedig belegondolsz, hogy ez mégis hogyan. Hogy ez tuti kamu, meg hogy pénzt miért osztogatnának mások. És igen, ez sok embernek amúgy hihetetlen. De hát van ilyen. Van ilyen. Az a baj, hogy ezt végig kell vázolni ahhoz, hogy megismerjük, mert aki például ismeri a Beast-et, az tudja jól, hogy jó, hát ez egy kibaszott természetes dolog az ő részéről. De most mondjuk, aki meg nem vágja, ott meg már tényleg amúgy egy picit fura a dolog. Nem tudom egyébként. Fogalmam sincs, hogy mondanám el egyébként jó anyámnak. Ti hogy mondanátok el? Hogy mondanám el? Hát elsősorban nyilván a tények, hogy bazd meg nyertem 3 millió forintot egyébként egy Minecraft tornamenttel. És ez valid itt van a számlámon. Bár mondjuk a anyámat is, mert tuti azt mondaná, ha ideadod a felét, akkor leszarom, hogy mit csinálsz vele. Nem, hogy nem ilyen anyám egyébként, de... Én apaként tuti ezt mondtam volna. Add ide a felét, fiam! Beteszem takarékra. Mehet is.
Menjünk nyaralni a faszomba. Nem szülőként nem nyúlnám be a felét, érted? De tudom nagyon jó, ha jól neveltem a gyerekem, akkor ugyanúgy meghálálja valamivel ezt. Érted? Vagy legalábbis így másnak is ad, és nem csak magára gondol. Szerintem ez egy fontos része egyébként. Hány csapóajtó fog kelleni? 13, ugye? Jó, most még 3 millió forint nem életed végére elég, azt számoljuk hozzá. Tehát, de mondjuk egy nagyon jó alapja bárminek, mert pénzből tudsz pénzt csinálni. És mondjuk valamibe befektetsz, vagy valamivel egyébként akár kamatoztatod, akkor nagyon jól fogsz járni vele, ha okosan gondolkozol, persze. Csinálsz házat? Szeretnék majd. Ja, mondjuk a befektetés rész alatt nem azt értem, hogy kriptovalutába fektess be a felét. Mert mondjuk, ha nem értesz hozzá, akkor szarul fog kijönni. Én szerintem. De most mondjuk, mit tudom én, elkezdesz valamit egyébként csinálni, és ez kell egy alapfelszereltség. Na, annak mondjuk van egy jó értelme. A bányászgépekbe. Hogyne? Mondjuk, annyira nem butaság. Jóre kriptobányászat, let's go! Szeretnék majd házat csinálni, amúgy igen. Most a falusi olcsóbbító nekem jobban jön. Bankon belül is be lehet fektetni? Amúgy az is egy opció. Ezt így akartam? Mert ott van a feje. Csak akkor ezt a részét befedjük. Yes! Nagyon jó, akkor ezt a részét befedjük minden egyes dolognál. Nem! Mi az, hogy nem? Miről beszélsz? Jó. Rakjunk még a csapóajtókat, aztán nagyon jók vagyunk. Akkor majd itt járkál a zombi, amire majd rakunk némteket, azt meg is vagyunk jó formán. HC is így csináltad? Yes. Hasonló módon. Jó, ott lesz majd a feje. Ezeket a sarokrészeket amúgy ki is szedhetjük, hogy jobban hozzáférjen a zombi. És akkor őt nyilván nem tudja támadni, de őt tudja támadni. És akkor ezen a folyosón fog majd menni a zombi. Vagy akár megadjuk még neki ezt a helyet. Mennyire vagyok büszke Balira is, amit elért kurvára. És én egyébként nem azt mondom, de kisebb túlzás nélkül, ha jobban befut az S&P, Bali érdekeltebb lesz, mint én. Oké, hogy nekem most egy picit nagyobb az elérésem, meg például így kellett ez az alap, amit én tudtam képviselni, meg mi tudtunk képviselni, hogy beinduljon ez, de ha ez jobban be fog futni, akkor Balit többen fogják nézni, mint engem. Tehát Bali egy érdekesebb személyiség, mint én vagyok, ezt szerintem mindenki nagyon jól belátja. De szerintem egyébként ez ugyanúgy fog történni, mint a Dream és a Tominit esetében, hogy a Tominit jobban be fog futni például. Hát oké, hogy az én nevemen van, de ez nem jelent semmit. Azért van az én nevemen, mert lusta fasz vagyok, és nem tudtam normális nevet adni neki. De az, hogy Balit közel már majdnem tényleg minden alkalommal 200-an nézik, ilyen rövid idő alatt, és ráadásul ez maradandó lesz, ez egy kurva nagy haladás neki. És kurvára megérdemli. Tehát ezért azt tegyük hozzá, hogy kurvára megérdemli. Figyelj, ezt megcsináljuk úgy, hogy erre húzunk falat, és ott fog majd járkálni a zombi. Meg hát nyilván, ha több ember lesz, meg többen fogják streamelni, akkor szint úgy egyébként lesz ennek egy nagyobb érdekeltsége. Egy nagyon fontos dolog van, én a Balitól nem sajnálom. Sőt, mi több, ezt valamilyen szempontból én is szerettem volna, nem véletlenül választottam Balit sem. Tudtam, hogy nagyon jól tudja majd streamelni a dolgokat, és lesz rá igény. Tehát, ja. Bali fordítva gondolja? Mit? Mármint hogy érted? Akkor nézgálni, amikor én nem streamelek. Hát amikor én HC-ztem és Bali SMP-zett, 100 fölött volt nézőszáma. Ami most ahhoz képest, hogy milyen átlaggal rendelkezett előtte, szerintem egy geci jó haladás. Meg nyilván nekem is célom, hogy nem akarok rástreamelni senkire ugyanúgy SMP-t, ha valaki SMP-zik. Ezt megbeszéljük általában, ha van valami.
mert én szeretném szupportálni ugyanúgy a többieket. Meg igazából ez egy olyan dolog, hogy a titeket nem érdekel az adott személy, meg szarul csinálják, amúgy sem fogjátok nézni, tehát tök mindegy. Oké, hogy jobban tudok beszélgetni, de nem vagyok annyira spontán például. Tehát én a közösségemmel jól el tudok beszélni, adott szituációban például kevésbé tudnék szórakoztatóbb lenni szerintem. De nem azért igazából, tehát tök mindegy, viszont én úgy vagyok vele, hogy Balitoing egyszerre nem sajnálom. Én a lányokat szeretem, hát édesanyámat nagyon szeretem. Például, meg a barátnőmet is. TBH nagy, Bali nagy arc, ez pontosan így van. De mondom, ha Gida aktívabb lesz, akkor Gidára is ugyanezt fogjátok mondani, szerintem Annára is ugyanezt fogjátok mondani, ha Vanszi például fogja streamelni, mint építész, akkor ugyanúgy, tehát ez egy olyan dolog amúgy, hogy ennek csak aktívnak kell lennie, tehát szerdán lesz csak 2 hetes ez a szerver, és ahhoz képest szerintem elég nagy haladások történtek. Ez szerintem bárki tökre meg tudja mondani. Tehát Vance-nek megvan a felszereltsége az, hogy tudja ezt streamelni. Ezt ki kéne fáklyázni. Dávid, köszi az 50-est! Üdv mindenkinek! Üdv! Mivel nem tudtam bejelentkezni a Minecraftba, ezért visszajöttem. Na baszki. Na hellóka. Hát miért nem tudtál bejelentkezni? Jó, itt már csak eszköz, és akkor meg is van amúgy. Meg ezekre rakunk fél lapot, mert nézem már ki valahogy. Meg ezt majd még tudjuk bővíteni. Jó, ott fel tudunk ugrani elvileg. Meg hát figyelj, én legalábbis úgy voltam vele, hogyha minden olyan ember, aki tudja streamelni az SMP-t legalább egy pipával rendelkezik, az már egy kurva nagy haladás. De hát azért Bali eléggé túltolta ezeket az elvárásokat, persze ez pozitív értelemben. És ez hát nyilván nem véletlen persze. Szóval szeressétek Balit! Isten szerelmére, na. Lesz még ebből nagy dolog. Erdély még újra Magyarországé lesz, na. Na. Jó, akkor kell egy némtag, meg kell még a zombi, ezt a kocsá. Itt elhelyezkedik, itt elfér, aztán jók leszünk. Tegyél ládát potika aranyával a telefalusiakhoz. Persze, azt majd főzni kell. Főzőállvány az nem tudom, hogy van-e nálam. Vagy volt egyébként az adott faluba, de majd megnézzük. Lesz még Párizs-magyar falu? Hát hogy a picsában, ne? Na. Mi kell még? Valamit akartam. Mi a fenét akartam? Ja igen, főzőállvány, hogy hoztam-e, vagy van-e itt főzőállvány? De én hoztam főzőállványt onnan, nem? Vagy nem szedtem ki? Vagy nem is volt? Ja nem, mert főzőállvány templomokban van, viszont templom nem volt ebben a faluban, ha minden igaz. Ezt nézzük csak meg. Én úgy tudom, hogy nem volt templom ebben a faluban. De mindjárt megnézhetjük. De ott a templom. Miért nem vittem el a főzőállványt? Ott van az a nagy kőszar. Onnan elviszem a főzőállványt, mert ezt kelleni fog. Nem lenne egyszerűbb a zombit a spawner tojással oda tenni? Hallod? Az nagy. Meg amúgy némtek valószínűleg akkor nem fog kelleni, hogyha a zombi felveszi az adott itemet a kezébe. Tehát akkor nincs szükség némtekre például. De mi? De várjál már, itt kellene lenni a főzőállványnak. Ez hol a picsába van? Hol van a főzőállványom? Haló? Egy kikúrt főző... Na nem tudom, hol van? Elvittem magammal? Emberek, valakinek valami ötlete, valakinek bármi tipje ezzel kapcsolatban. Bali elvitte. Dehogy? Ne szopass már. Csak nem vitte el, Bali vagy, de? Ne idegesíts el. Be vagy szkemműzve? Szkemű? Na várj, ott még szétnézünk, hát ha találunk valamit.
Hát, mert az, hogy craftolni meg nem tudok, mert az izé kell, Blaze Rod. Sárkányt? Közösen szeretnénk majd. Azzal főzte a pozita cucchoz, amit felégettetek. Igen, csak nem voltam még Netherbe, és nem tudom, hol a Fortress, tehát ez egyszerűen hangzik. Addig, ameddig nem jössz rá arra, hogy hát igen, a Fortress még te nem nagyon láttál ezen a szerverem. Hú, bazd meg! Scammelt vissza? Rohadjak meg, esküszöm, megteszem. Hát ez mindennek a legalja. Komolyan mondom. Ez mindennek a legalja? Jó, hát igazából majdnem meg vagyunk mindennel. Annyi, hogy kéne még nameteg. Aztán ennyi. Viszont nameteg... Oh, jó, 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 oké, oké. Nameteg az van. Meg akarok még üllőt csinálni, az még kelleni fog. Mert eltört a másik. Amúgy. Bocsánat. Balinál van 40 plusz lángrúd. He, van lángrúdad? Tudom, hogy hosszú, vagy rövid, nem tudom. Leírtam így most, ez jutott eszembe. Jó, kiégettük mindent, ami kell. Vagy legalábbis amit tudtunk kiégetni, persze. Van egy stack. MG. Amúgy kajak? Amúgy nem, mert megkérdeztem, hogy van-e. Nem azt mondtam, hogy van neki és adjon. Szóval... Túljártam! Ha letérdez, és szépen kéred apu előtt. Na. Mémből írkáljátok? Az a baj, hogy félig, mert például a termelőszövetkezetben a teszot magyarul írtam, mert neki magyarul van a játszás. Ezt nem láttátok, amit írtam. Mondom, hogy nem láttátok. Köszi szépen a szabot! Gyakorlatilag. Uvo! Getz! Most írtam, hogy Uvo! Haló? Ez mekkora timing? Vendel! Nagyon szépen köszi a 15. hónapot. Kurva gyorsan állítsd át angolra? Atesznek mondd nekem. Atesznek mondd nekem. Vendel! Nagyon szépen köszi a 15. hónapot. Na mi a helyzet? Mesélj. Láttam, hogy lettem meghívva cuccosra amúgy. De még nem tudom eldönteni, hogy akarok-e menni. De mennyire érdemes? Nem ismerek ott senkit szinte. Igazából. Poggers! Mi a helyzet? Hogy mennek a streamek mostanában? Látom, hogy újra streamelsz meg ilyenek. Ja nem, utálni senkit nem utálok. Ismerni nem ismerem a 70%-át az embereknek. Tehát így. Nem azt, hogy utálni. Tehát félre ne értsd. Semmi ilyesmi. Utálni. Lehet ők utálnak engem? Oda melyek azt agyon vernek. Igazából. Szóval még nem tudom. Most megismered őket? Alkalom? Ups. De érted, bemegy egy cringy Minecraft streamer, hogy mit szoktál csinálni amúgy? Ja, névről nagyjából tudom, mit szoktál csinálni? Egész nap ülök a gép előtt és Minecraft azok. Köszönöm. Amúgy. Na, akkor szaladok Balihoz. Ja, vági. Mire szolgálnak a karok? Ja, az majd zombis cucc lesz. Olcsóbítja. Akár, de lassan ott vagyok. Jó, akkor megvárom. Bár mondjuk, remélem ez le lesz tudva 3 perc alatt, mert 17-kor custom portré. Aki nem tudná, hivatalosan megvan mind a 3 portré, és tudtok rá szavazni. És 17 órakor mutatom meg a portrékat. Csak mondom. Ja, Ábellel annyi kontaktom van, hogy... Kinyitottam neki a WC ajtót, miután én kimentem a... Hol voltunk Pesten múltkor? A mozi után? Valamelyik bárba. Ennyit tudok az Ábelről. Meg hogy néz ki. Köszönöm. Úristen, anyu, izgulok? Poggers? Gec, erre vártunk már fél éve egyébként. Erre vártunk fél éve. Igazából. Zombi helyett rakod a falusiak mögé a spawner tejest, amit adott Bali. A falusiak után biztos 0 emeráldért adják a cuccokat. Adják. Amúgy. A Bali amúgy jön vagy nem jön? Most bazd meg, eskü tudni akarom. Másik ember skinjeit? Igen, mert én is a linken keresztül megnéztem. És nem tudom, hogy vagy vele Balázs, de mivel te láttad, mert egy kibaszott orákulum vagy, az enyémek jobbak. Most ez tényleg nem rossz volt. Ez nagyon csúnyán hangzik, de...
nem tudom, valamiért karakteresebb. De amúgy rá akarok írni, hogy akar-e velem beszélni egyébként így a mai nap, amikor ez van. Rákérzek, hogy elérhető-e. A Balázs egy kibaszott genius? Right. Balé, haló Balé. Hol pattog? Ott látom. Nagyon jó. Látom ám. Jön ám. Jobban jársz, ha elindulsz hozzá? What? 1.11-ben hogy van skined? Eredeti szerver. Szia, Sirius. Nem is Sirius. Szia. Na, tudsz adni? Te vagy ez a TikTok hős. Nem vagyok TikTok hős. Ez a TikTok sztár, oh my god. El innen. Vagyis ne, meg... kell a Langrud. Okay. Nem kell a Langrud! Légy! Nem kell a Langrud? Jó van akkor. De, ember. Na, igen. Mondtad, hogy nem kell a Langrud. Na, tessék. Into fire. Konkrétan. Hát, köszi szépen. Így is úgy is egyet több kellett volna, mert máshogy nem tudod ezt a szart begyújtani. He. Ja, hát, kajak! Jó, igen, igazad van. Jó, ugye? Igazad van. Egyet feldughatok seggedbe? Na csak ha én is diétbe. Ó, egyszerre. Csak hogy közös legyen. Aztán, igen, tudod, mint ahogy szokták enni ezt a pokit, vagy nem tudom, hogy szokták mondani ezt a csokis nápait a japánok. Igen. Na ugyanúgy, csak hátulról. Rám tolatsz konkrétan. Ó. Na ebből, aki rajzol egy fanartot. Fúj, geci! Jó Isten! Norvival rátolatunk a izére, akkor annak jár a VIP. Esküszöm. Van emeráldod itt most? Van emeráldod itt most közelbe? 49, miért? Én némt, hát igazából most megöltük a zombit, aki kéne, de némtag lehet ja. Kéne. Megcsináltam már a rendszert amúgy. Azt melyikben van némtag? Ebben, ami veled szemben van. Na mi lesz? Kíváncsi ezek a barátiosan feldugjátok? Hogyne? Remélem nincs ilyen nevű nézőt. Ha igen, akkor elnézést. Frigyes? Hogy lehet valakit, mm-hmm. Hogy lehet valakit frigyesnek elnevezni? Hogy a faszomban lehet bárkit elnevezni úgy, hogy Orália? Kajak. Na várjál. Jön a zombi közben. Meg közben jön tesóm is, mert csöngetett. Szóval addig fedez, vagy valami. Egy pillanat. Hé, hey, zombiget. Sziasztok chat, addig én szórakoztatlak titeket. Alapvetően most megtehetnénk azt, hogy Norbit megöljük, de nem tesszük meg. Hiába looting 3-as a kar, ott mi folyik bent? Nézd már. Norbis nem látja szerintem, de jelenleg aprítja a gólem, ahogy hívják okat. Re, itt vagyok. Hallod, a gólemed aprít bent egy slime-ot. Mi? Volt benne slime a izébe, a falusiait között. Az igen. Na, most mit csinálják ezzel a gecivel? Semmi, csak rám targeteljen. Gyere, haver, egyszer. Rám targetel? Hát kurvár, akkor gyere, Bali. Istenem, gyere most akkor én álljak be, ezt én öljem meg az izéket? Mit? Semmit nem kell megölni. Mit akarsz megölni? Na, halló? Csak targeteljen bejössz, rád. Bejössz, köcsök. Hát rám targetel. Na, halló? Erre behúzom ide a végére. Megkapta Frigyes a dolgokat, csak ki kell jönnöd onnan. Jó, megvan a tag. Jön ki? Jó, hát így most már nem tud. Ja! De nem figyeltem. Az ki tud jönni. Ja, ki tud jönni. Nem volt nálam elég fa, bocsi. Vissza tudsz venni, kérlek? Na, ott vagyok. Jó van. És vissza tudsz jönni, kérlek? Talán. Ez ugye bezár. De ahogy is, nem lennék ilyen gonosz. Szia, Frigyi. Jól van. Megvagyunk akkor a farmal. Azt kell megnézni, hogy működik-e. Melyik kart szeretnéd választani? Mondjuk Potim az még nincs, tehát lehet, hogy zombi falusi marad egy ideig. Melyik a leghaszontalanabb jelenleg? Legyen a szélső bot emeráldos. Csak az kéne, hogy kicsit arrébb állj, mert éppen rá targetel. Ja, de bazd meg, még rám targetel tényleg. Aha.
Öli már? Gyere ide a szélére, ott nem lát. Én a lyukacsoknál lát. De miért kéne, hogy lásson engem? De az a lényeg, hogy ne lásson téged. Mert akkor nem a falusit akarja megtámadni, hanem téged. Bántja már? Nem. Na várja. Miért vesz téged észre? Jó, így, hogy leléptél, most rám akar targetálni. Várjál. Na most engem biztos, hogy nem jó, lát. Jó, üti. Nem kéne, hogy meghalljon, mert hardban van a játszás, most 100% az esély. Aha. Meg is van. Szevasz, Bubi. Nagyon király. Őt kellene majd újraéleszteni, csak mivel nekem nincsen weakness poti, ezért ez valószínűleg nem fog összejönni. Jó, de kéne weakness poti. Ami izéből, erjesztett pókszem kell hozzá. A sima izé, aha. Ez erjesztett pókszem. Mondám, hogy adok valamit hozzá, de nincs nem lófasz sem. Tehát így, ez most így elég. Jézusom, ott egy zombi falusi, mindjárt megölöm. What the fuck? Jó, mert ugye az úgy van, hogy nem is kell mellé amúgy a bibilcsók, csak egyből az erjesztett pókszem. Uh-huh. Jó, hát cukorgomba, pókszem. Hát megcsináljuk. Az van nálad? Hát pókszem van nálam, cukrot tudunk csinálni, meg mi kell még? Valamilyen gomba. Tök mindegy milyen gomba, nem? A barna gomba. Barna kell? Én úgy tudom, hogy fixen barna. Hát biztos találok itt barnát a közelbe. Na várjál, majd mindjárt szólok valamelyik izé diszkós picsának, annak biztos van valamilyen gomba. Várjál. Hogy röhögött? Hát, itt, meg kimondtad, hogy picsa. Hol mindjárt vagy? Hozok. Mindjárt hozok, nyugodj. Van kóbászod? Nincs, de várjál, mindjárt hozok. Nagyon jó. Hát ez mégis micsoda? Fekete bárányok. Templom égetés. Jó. Hogy van? Templom égetés, fekete bárányok koncert. Nem tudom, hogy van a videó. Ó, mennyi gomba. Jó, mehet? Mehet az akció? Felőlem. Mondjuk egyébként így, hogyha nem fölösleges lett volna, akkor lehet, hogy tökre nem őt toltam volna, meg amúgy zombi falusi. Ja, várj, még kellene víz. Hát de meg tudunk tolni másikat is, mert végülis kettő weakness potid lesz. Vagy három, vagy mit tudom mennyi. Ja, itt ki kéne szedni a sarkát. Miért? Mert akkor kettőre tudom dobni a weakness potit egyszerre. Csak akkor kell még egy arany. Csak kell akkor még egy aranyalma. Nézd már, kijött Frigyes. He? A, de ez, geci, de szartam. Mekkora köcsög. Hát, jó van már. Kajak elgondolkoztam. Ja, meg kell puskapor, jó, de hát ez semmi. Puskapor. Ja, dobás miatt. Yes. Meg kellene gomb nem kell víz. Bele. Micsoda? Gomb nem kell bele. Nope. Jön még egy Frigyes. Most összeszedem a labdacsaidat, mert az meg nekem kell majd a nedőrbe. Azt írta valaki, kimennek a falusiak. Miről beszélsz? Ott vannak a falusiak egy helyben. Jó helyen vannak, azok nem kell aggódni. Az mondjuk másik kérdés, hogy őket leviszem, akkor nem fognak-e kimenni onnan. Ja nem, nem tudnak kimenni. Vagy abban nem vagyok olyan biztos. Rakja azért oda egy fél lapot, mert... De várjál már. Erre meg nem kéne, hogy kimenjen, mert ugyanúgy oszlop tartja. Osztorod, megöltem egy nagy slime-ot, looting 3-ba, tudod mennyi slime-ból lett belőle? Jó, nem tud kimenni, mert a 27. fél blokk tartja. Jó. Az igen? Hát bolond looting 3. Jó, nem hát tud én kimenni. Megyek rá a másikra is. Úristen, mennyi slime van nál? Bazd meg, robban a creeper, sorry, majd betömöm a lyukat. Kellene még egy üveg. Az nincs nálam. Ja. Ez igen. Jó, mondjuk ez tök mindegy az a hely. Tök másmilyen helyen robbant, mint amire gondoltam. Kell még üveg, ezt akkor csinálok még egyet. Jó. És akkor kell még puskapor, és akkor most több lesz egyszer egy picit. Na mondanám, hogy viszek, csak nekem az egy creepert meg kéne ölni. Már hogy a looting 3-a fixen bedobja csak. Megvan a 3? Volt még valahol. Megvan a 3 valószínűleg. Volt még valahol egy slime-od, azt még megerőszakolom. A nyomjad. Ez az, nyomjátok, csináljátok. Jól olvastam, hogy meg lett a portré. Yes, 17 órakor mutatom. Senpai. Amúgy van most egy geci jó anime. A érdekel téged ilyen komedi anime, ami kicsit így leköt. Bármint, hogy így nem nagyon izé, tudod. Nincs sok komoly mondani valója meg hasonló. Hát most meg nem mondom, hogy mi a címének az eleje, de az a lényeg, hogy a vége az az, hogy Nagatoro-san. És kibaszott vicces. Arról szól, hogy egy srácot
egy alatta lévő osztálybeli csaj így bullizza, így baszlatja. Egy mindenféle hülyeséggel. Soft pornó az egész, ja? No. Hát nem tudom, spoiler. Arra csak kódszámokat tudok mondani. Jó, reg kódszámok. Hát ez ki. Az igazi ember tudja, hogy mit jelentem. Persze, egy fél pillanat, Bali. Meg chat egy pillanat. Itt vagyok, hello. Jó. Na, jó, megvan a poti. Aranyalmád van még, Bali? Jop. Hú, bazd meg. Aranyat kéne égetnem. Mindegy, mert már... Jó. De 16-30-kor járt volna le az időm, igen, csak ezt még lecsekkoljuk. Hát igen, úgyhogy ebből penetráció lesz. Bazd meg, a másikat olcsóbítani kéne addig, nem tudom, van-e aranyam? De akkor olcsóbítsa másikat, ló. Tehát, hogy így, akkor lehúzod, ezt addig az meg vár. Hát aranyalma ugyanúgy kell, hogy a kettőt akarok egyszerre. Hát jó, az tény. De amúgy lejárt van 16-30-kor. Egy nether portált, azt hozok. Ah, persze. Van valami. Ja, ott egy másik aranyalmám. Jó, van kettő. Én már így is lecsoltam az egészet. Mármint? Hát így emeráltak, vagy portált tekintetében. Vágom. Ó, nagy geci vagy. Tudom. Nos, mondja az, aki túlmegy a limiten. Hallod? Esküszöm, nem volt szándékos, de mindig túlmegyek egy pár perccel. Elkezdtem már enni. Ránk agrózik, nem? Engem de... rám rohadjon. De meg. Ez a fosfoly... Nem, rám agrózik, nem rád agrózik. Nem, engem nézett. Mindig elszakom rád, magam. Most rád, leléptem. Csak be kell állnom egy olyan blokkba, ahol nem vesz észre. Szia, Vivi! Jó, öld meg. Cseszi. Jó, szia, megvan. Vivi, köszi, hogy csatlakozt a Discordhoz. Jó, és akkor bebasztuk a splash potét, és akkor két aranyalma. Te most akkor gyengébb lettél? Ehe. Nem, én ütök gyengébbet szerintem. Tudom. A potikat még elrakom addig. Hit me baby one more time. És még az a kettő majd olcsóbítja magát, majd ha lejár az idő. Na, viszont én közben lelépek, szóval kösz szépen, köszik a puszika. Nincs mit. Holnap mikor lesz nála a stream? Holnap? Hát attól függ, mert megyek faternak segíteni melóba. Kicsit rombolunk, aztán utána meg nem tudom, ha emberi időben hazaérek, akkor lesz, ha nem lesz emberi időben, akkor nem lesz, de szerdán meg azért nem lesz, mert találkám van, aztán legkésőbb sütörtökön lesz nálam stream. Nyomód! Na, viszont én addig megyek. Addig hát megvan a pipa is, kek? Na, mehet a pipa. Na, majd kíváncsi vagyok a portréjaidra, úgyhogy megyek, azt nyitom is meg a streamet. Jó van, na pusza, csücső. Csók. Na, viszont az SMP-nek is ennyi volt, kösz szépen a figyelmet mindenkinek, aki az SMP miatt volt itt.